Jelenleg Piaron szerint 3670-et írunk, és a mékasnak a vezetője az nem más, mint a 80 esztendős Dax Master, aki majdnem fél évszázadon keresztül, és hát 50 éven keresztül vezeti ezt és igazgatja a mékas erődöt és a szörnyvadászoknak a tagjait. Ám sajnos az élete végéhez közeledik az úriember, és ezt nem csak ő, de a mékasnak a tagjai is látják rajta. Így felmerül egy olyan kérdés, hogy ki fogja majd vezetni tovább ezt a szervezetet, miután a mester meghalt. Viszont ez a kérdés egyelőre még várat, vagy hát ennek a kérdésnek a válasza még várat magára, mert egy érdekesség történik a hősök falánál. Az alternatív idősíkről származó nevek, ami a hősök falán van felvésve, ezek szépen lassan elkezdenek elhalványulni. Ezek úgy kezdenek elhalványulni, mintha az idő letörölné, avagy kitörölné őket a falról. Ez a folyamat szépen állandósul, és egymás után tűnnek el a nevek, viszont a neveknek a helyére nem kerül fel új. Szépen lassan telik az idő, egy-két nap, és ahogy szépen lassan tűnnek el a nevek, a falnak a legtetején van egy név, ami nem tűnik el, hanem ahogy tűnnek el a nevek, egyre erősebben felvillan és felviláglik zöldes fénnyel, ez a név pedig nem más, mint Mara Agidor. Ennek következtében a mester úgy dönt, hogy akkor a legjobb embereit, illetve egy pár emberkét azért magához hivat, és akkor belekezd úgymond a mondandójába, és úgy dönt, hogy elmondja a falnak a titkát, amiről igazából nem tud sok mindenki, de most ti tudni fogtok róla. Szóval, van a beszédje, megvan. Szóval, uraim és hölgyeim, köszönöm, hogy elém járultak. Felesleges lenne kerülnünk a témát, szóval belevágnék egyből a közepébe. Sajnos az időm az lassan lejár, és a mékas vezető nélkül fog majd maradni halálom után, mivel egyelőre még nem találtam meg azt a szemét, aki kellő erővel, kitartással és bátorsággal tudná vinni ezt a szervezetet és az érdekeit. De van jelenleg ennél nagyobb problémánk is. Szóval, gondolom, annak idején, mikor bebocsátást nyertek ebbe a szervezetbe, önökben is felmerült az a kérdés, hogy mi alapján válogatja meg a szervezet a tagjait. Most eljött az a pillanat, hogy lerántom önök előtt ezt a titkot, ezt a leplet. Amit itt látnak a falon, ezt úgy nevezzük, hogy a hősök fala. És jól láthatják, hogy mindannyiuknak a nevei, az fönt van a falon, és ott falon található. Viszont ennek a falnak van egy érdekessége, hogy azok a nevek, amik szerepelnek rajta, azokat nem mi személy szerint írtunk föl rájuk, hanem ezek a nevek már több évtizede, hogy fönt vannak. Sőt, vannak rajta olyan nevek, amik már akkor fel voltak írva a falra, amikor még az adott személy meg se született. Viszont a fal az nem változott meg semmit. 3620 óta gyakorlatilag semmit nem változott, mióta rátalált erre a helyre a mester. No. Igen. Hol tartottam? Igen. Az elmúlt 50 éven át a fal nyugodt volt, és csak pár névnek a tulajdonos, igen, fal nyugodt volt, és egy pár névnek a tulajdonosa már a szervezetünknek a tagjait gyarapítja. Viszont, ahogy önök is látják, a falon lévő nevek azok kezdenek elhalványulni, minthogyha az idő kitörölni őket. És amint jól látják, a falnak a tetején van egyetlen egy név, ami erősen világítő, nem más, mint Mara Agidor. Nos, hogy ki ez a Mara Agidor, azt kell róla tudni, hogy 10 esztendővel ezelőtt már megpróbáltam felvenni a hölgyel a kapcsolatot. Viszont mindenkinek megvan a maga keresztje. Mara Agidor, sajnos vagy nem sajnos, egy boszorkányt üldöz, és feltett szándéka, hogy megöli, amikor megtalálja. Jelenlegi tudomásom szerint azt kell róla tudni, hogy legutóbb Shadon északi részén látták utoljára, tehát Shadon országa. Jelen pillanatban nem tudom, hogy mi történik épp vele, és hogy hol tart a bosszú hadjáratában, ám az nem lehet véletlen, hogy a fal így jelez nekünk, hogy az összes többi név az eltűnik, viszont az ő neve az meg egyre fényesebb. Azt se tudom, hogy milyen szerepet fog betölteni a mékasnak a történetében, vagy milyen szerepet kellene neki betölteni a mékasnak a szerepébe, de egy dolgot biztosan érzek, hogy Mara Agidor az fontos személy az idő szempontjából, és ezek szerint a mékasnak a működése szempontjából is. Úgyhogy önöket, hármójukat, illetve négyőjüket, az apródot is ugye beleszámítva, kérem föl, hogy a lehető legügyesebben, legokosabban, legjobban keressék fel ezt a Mara Agidor nevezetű hölgyeményt.
Igen, és van még egy dolog. Mivel megbízom magukban, és tudom, hogy a lehető legjobb tudásuk szerint fognak eljárni, ezért számítok a diszkréciójukra. Hogy erre ez alatt mit értek? Senkinek sem mondhatják el, hogy a hősök fala az milyen képességgel, erővel bír. Hogy az időn keresztül gyakorlatilag információkat ad számunkra. Mert ez egy olyan fajta információ, amit nagy becsben kell tartani, és jó lenne, hogyha ez nem szivárogna ki a nagy világ felé. Na, és akkor gyakorlatilag a fő feladatuk az lenne, hogy felkeresik Maragidort, és próbálják meg meggyőzni róla, próbálják meg meggyőzni őt arról, hogy látogasson el ide ebbe a mékos erődbe. Azt tudni kell róla, hogy eléggé makacs egy nő személy, de tiszta szívű, rendkívül bátor, és hogyha egyszer valamit a fejébe vesz, akkor az végre is fogja hajtani. Úgyhogy nem lesz egyszerű feladatuk, az már biztos, úgyhogy én amondó vagyok, hogy menjenek, keressék fel, mondják el neki, vagy valahogy győzzék meg, hogy jöjjön el, és hogy hagyjon föl most egyelőre a bosszú hadjáratával. És hogyha esetlegesen úgy alakul, akkor védjék meg őt. Nem tudni a Shadowban mit csinál most éppen, de hogy esetleg bajban van, akkor segítsék őt. Jó? Egyelőre így ennyi a felvezetés. Na, következő akkor a történés. Dobok nektek mindjárt egy INF térképét a szerepjátékba, jó? Hogy így Jó. egyszerűbb legyen a történet, hogy hogyan fogtok majd utazgatni. Inevnek a nagy térképét bedobom, jó? Jó. Ezt, hogyha tudjátok, akkor töltsétek le magatoknak. Eléggé nagy felbontásban van, jó? Ez szerintem Jézus. érdemes is lesz, szerintem, hogy letöltitek. És majd rázoomoltok, ránagyítotok, jó? Mert akkor úgy könnyebben tudom elmagyarázni, hogy... Hol vagyunk? Na, lényeg a lényeg, hogyha nézed a nagy térképet, akkor közepénél van egy olyan hegy, hogy Sheral hegység. Na, a Sheral hegységnek úgy kb. A G, az utolsó, a hegységnek az utolsó betűnél, a G betűnél van ez az erőd. Ez a mékos erőd. Nem Na, mi? látom. Vagy nincs ott a Nincs térkép? odaírva, ezt én találtam ki ezt az erődöt. Na, Ja? tehát azért mondom, hogy a Jó. G betű környékén kell róla tudni, a térképek nem írják semmi, ez az erőd, ez úgymond titkos. Ja? Tehát nagyon kevesen tudnak róla. Na, a helyzet az, hogy a terv az, hogy el kell jutnotok Damaknak a városába, egy picivel van északra, ott van a Duaron tengernek a partvidékén. Na, Damakba kell keresnetek egy hajót. A hajónak a segítségével, hogy nézzétek a szaggatott vonalat, az lesz gyakorlatilag az út iránya a hajóútnak. Egyszer Merre? délnek fog elindulni a hajó, és Ravinói öbölön keresztül, elmegy a hajó Gorvikba, Gorviknál meg fog állni ott Belderónál, Belderónál szépen tovább megy délnek, és Shadownak az északi, tehát a Gályák tengerébe be fog menni, és van egy olyan település, hogy Berrana Roda. Ott kell majd Igen. kiszállnotok, ott kiszálltok, és délnek el kell indulni, mert Berrana Roda az már Shadownak az országa. Tehát gyakorlatilag ez az Olaszországhoz hasonlító félsziget, ez az déli rész, ez mind Shadown. Ez a birodalom, és állítólag Shadownnak itt az északi részén, itt a Gályák tengerénél látták utoljára ezt a hölgyet, ezt a Mara Agidort. Úgyhogy őt kellene majd itten nektek felkeresni. De ugye az első szempont, ugye az elsődleges dolgotok az, hogy majd Damaknak a városába kell eljutnotok. No, még valami, még mielőtt elindultok, papír, ceruzát, illetve jegyzetfüzetet, ha akartok, vegyetek elő. Tehát vagy Word dokumentumot Vagy gyűjtsünk Word meg. dokumentumot, bármit, ami Geri, nektek jegyzetek jó. már, én sajtot reszelek közben. Az igen. Muszáj. Jó. Jegyzetek. Na, Van nálam szóval a hölgyről jó az információkat, mondom. Tehát a neve Mara Agidor. A lényeg, hogy 30 év körüli nő, ember, az ugye fontos. Akkor körülbelül 165 cm magas, ennek mérten körülbelül 50 kg súlyú a hölgy. Derékig érő egyenes vörös haja van, hófehér a bőre, arca enyhén szeplős és zöld szemű. Na, különleges ismert, igen. Szóljál, hogy hol vagy, vagy hol maradtál le.
Tehát vörös haj, igen. Vörös haj, hófehér bőr, és szeplős arc, enyhén szeplős arc, és zöld szem. Jó, eddig akkor megvagy. Na, következő fontos ismertetőjel, hogy bal füle az tele van fülbevalóval. A bal füle. No, akkor új bekezdés igazából. Tehát, hogy átlagosan hogyan szokott kinézni, mikor utazik. Haját hátul szobba kötve hordja. Elől 2 darab tincset szokott hagyni. Ruházatáról annyit kell tudnia, hogy fekete ing, fekete nadrág, bakancs öv, egy köpeny, és a köpenyen van egy címer, amiről azt kell tudni, hogy az erigovi számszeri jászoknak a címerét viseli. Amúgy meg még egy kis ismertető jel fegyvereiről, van egy rövid kardja, van egy ostora, és van a hátán egy vadász számszeri. Na, egyelőre ennyi, amit a nőről kell tudni. Illetve még egy kis extra, de ez nagyon-nagyon extra, mert Maragidónak van még egy hatalmas nagy ismertetőjele, hogy amikor nem a városban van, hanem két város között szokott utazgatni, akkor van neki egy ember nagyságú, ember méretű, szürke farkas társa. Tehát egy farkassal szokott két város között utazgatni. Értelemszerűen a városon belül meg a farkas az meg nem szokott mozorogni, hanem az mindig kint van valahol. Igen. Yeah. Vadászik. Röviden, tömören, nagyjából így ennyit kell tudni a nőről. Ezek azok az információk, amiket úgy mindenki tudhat ismertető jegyeiről, így úgy amúgy. A többi az úgy nagyjából elenyésző. Na, akkor egyelőre ennyi. A Gerinek úgyis van ugye heraldikája, szóval ő... Tehát az tehát akinek van a heraldikája, alapfok a heraldikával úgyis mindenki tudja, hogy az erigovi számszeri jászoknak mi a jele. Azt most egyelőre nem tudtam utána nézni, hogy ez most hol is van, pedig utána olvasgattam, de sehol nem írták le, vagy legalábbis én most nem találtam meg, de mindegy, nem az a lényeg. A lényeg, hogy karakterek azok úgyis tudják, akinek van heraldikája. No, és akkor lényeg, hogy ennyit a fölvezetésről, és akkor onnan fogjátok kezdeni a sztorit, hogy... Szépen összeszerelkeztek, mindennel, élelemmel, úgy, ahogy van. Azt majd szépen lassan majd, hogyha úgy gondoljátok, akkor majd írkáljátok fel a karakterlapokra, hogy milyen felszerelés van nálatok. Aztán lényeg, hogy történet. Miután megkaptátok Maragidor személy leírását, elindultok Shadon fővárosa felé. Viszont az odaút az nem lesz egyszerű, mert elsőként ugye Damak városába kell eljutni, amelyik az erődtől. Majd onnan pedig hajóval kell átkelni a tengereken, hogy a Shadon északi részére eljussatok. Damar városáról pedig mindjárt mondom, hogy mit kell tudni. Vagy Damak, bocsánat, na, Damak. Nem tudom, miért mondom azt, hogy Damar. Szóval, Damak városa. Ez a Nazur folyó Duaron tenger torkolatában fekszik, a homokos parti lapájon. 300 mérfölddel az északabbra található a Serál keleti nyúlványain átnyíló könnyek kapujánál. Tehát lényeg, hogy a Mékas erőtől úgy 300 kilométerre van. A tompa vörös porral lepett tájakon ritkán hull az eső, így a vizet is az itt élők igen mély kutakból és ciszternákból nyerik ki. A városállamok felől érkező Nazur medence és az év legnagyobb részében száraz, vagy csak némi sáros lé folydogál benne. A folyó jelentős vízhozammal és erős sodrással csupán a Piaroni új év körüli hónapokba büszkékedhet. Ilyenkor rév segítségével lehet átkelni azon, amelyet egy egyszerű kötélrendszer tart. De hát most jelenleg olyan időszak van, hogy ez most sáros időszak. Szóval, régi szokás szerint, hogy mielőtt a Jad utazók a lassúvízi járműre hajtanának összvégreiket, a folyóba gázolnak, hogy szertartásos módon a négy égtáj felé fordulva lemossák magukról a sivatag porát.
A Tava El Ibarán átkelő utazókat nagy örömmel és diadallal tölti el a városnak a megpillantása, hiszen több ezer kilométer út után ez az első komoly település a Fahéj úton. A déli kaphoz vezető széles csapáson számtalan úti szentély áll, amelyet az arra járók állítottak Garradzsának, ez valami istenség, az utazók pártfogója, tehát igen, Garradzsa az utazók pártfogója. Az apró szentélyek tetején mindig található valamilyen szárított gyümölcs, agyakorsóban bor vagy egyéb áldozati ajándék, amelyet a sivatagba indulók helyeznek el, ott az Isten áldását kérve vallásukhoz, vagy vállalkozásukhoz. Ugyancsak a város falain kívül épültek a karavánszerályok és teve istállók, amelyek az érkező és indulni készülő karavánokat szolgálják ki. Röviden, tömören Damak városáról, hogy ennyit kell tudni. No, és akkor meg is érkeztek ebbe a városkába. Röviden, tömören így ennyit kell erről a városkáról itt tudni. Tehát, ha úgy nézzük, akkor ez egy kereskedőváros, ha úgy nézzük, akkor a Sharál hegyektől ez a legelső városka. Tehát Jad kereskedők ugye nagyon sokan vannak itt, illetve, ha úgy nézzük, akkor ez az első olyan hely, ahol tudtok hajót bérelni, vagy szerezni magatoknak, hogy el tudjatok indulni az utatokra. Viszont van itt egy kis probléma, mert miért ne lenne? Szóval, megérkeztek ebbe a városba, és Damar városában kiderül, hogy jelenleg nagyon sokan várnak arra, hogy hajók elszállítsák őket, illetve a szállítmányukat a városból. A hajókra mostanában annyira nehézkes a feljutás, hogy a kereskedők, illetve azok az emberek, akik szeretnének a hajókra felkerülni, azok 20-30 aranyat kell, hogy kifizessenek fejenként. Hát nektek most annyi az biztos, hogy nincs. Uh-huh. Na. Ahogy... Egyefene összezenélem. Ezefele összezenéled, igen. Na, ahogy szépen lassan így érdeklődtök, hogy mi merre hány méter ebbe a kis városkába, mert nem szeretnétek itt tölteni az egész életeteket, a fületekbe jut, hogy van egy Jad férfi, aki állítólagosan tud idézőjelesen jegyeket adni egy bizonyos hajóra, ami Shadonba fog tartani, vagy Shadonnak az északi részére. Viszont ez a férfi nagyon-nagyon szereti úgymond a mókát és a kocagást, illetve a pénzt, ezért úgy dönt, hogy a jegyeknek a megszerzéséhez egy viadalt fog szervezni. A viadal nagyon jó, mert ugye akkor az emberek úgy, ahogy van, szépen oda csődülnek, akik meg szeretnék szerezni a jegyet, azok szépen bemennek a viadalnak a helyszínére, a porondra, ott szépen úgy, ahogy van, verekednek egy sort, vagy ahogy tetszik, az emberek meg kint megteszik ugye a tétjeiket, és dől alé. Tiszta jó, mindenki jól jár, de főleg ugye a Jad férfi. És aki nyilván megnyeri a viadalt, az megnyeri az idézőjeles jegyeket, tehát lényeg a lényeg, hogy felszállhat a hajóra, vagy felszállhatnak a hajóra, inkább fogalmazzunk így, és elszállítja őket ingyen és bérmentve Shadonba. Na, úgyhogy itt fogjátok majd szépen megkapni az irányítást a karakterétek felett, de mielőtt megkapjátok a cuccost, döntsétek el, hogy kik szeretnének részt venni a viadalon. Mind a hárman részt akartok-e venni, vagy esetleg csak egy Geri. Valaki, vagy ketten, hárman. Nyilván hát, ugye gondolom az apródot... Menjünk duóba. Nyilván gondolom az apródot, azt nem akarod beküldeni az arénába. Nem. Ő kimarad, ő majd nézni fogja esetleg, de ez ilyen puszta közös harc, stb. Nem, itt lehet szépen kardozni, és így úgy amúgy. Tehát jó, úgy, rá van bízva az emberekre, hogy meddig, de általában így úgy szok, tehát a lényeg, hogy itt arról van szó, hogy aki talpon marad, az de nem. De ez nem életi halálra, ugye? De akkor ez King of the Hill. Ha egy érdeklődtök utána, akkor fogalmazzunk úgy, hogy vannak emberek, akik nem ismernek más harcmodort. Hogy... Ha. Tehát rátok van bízva, hogy mi merre hány méter, de általában aki állva marad, vagy akik állva maradnak, azok nyernek. De jó, lehet föladni is, lehet elmenekülni is, lehet halottnak tettetni magad, de hát hogyha az ellenfél úgy dönt, hogy leszúr, akkor leszúrt, ez van. Akkor várjál, akkor hogyha ketten nevezünk a Gerivel, akkor ketten nyerünk. Hát akkor igen. Jegyet? Igen. Kettő jegyet nyerünk, vagy pedig többet. Hát vagy pedig csak egyet.
Hát fölbocsájtást kaptok a hajóra, tehát fogalmazunk úgy, hogyha azt mondjátok, akkor beszélgessünk úgy, mint hogyha Jad kereskedővel ezzel az emberkével beszélgetnétek. Tehát, hogyha így azt megkérdezitek tőle, hogy hogyan, mi, merre, hány méter, akkor azt mondja, hogy uraim, akkor legyen az, hogy amelyik őjük állva marad, ha tételezzük fel, hogy önök fognak nyerni, ha mind a ketten állva maradnak, vagy hogyha csak egyikük állva marad, akkor is önök nyerik, és akkor, hogyha önök azt mondják, hogy teszem azt, 10 embert még magával akar vinni, akkor ezt a 10 embert én elszállítatom a hajómmal együtt. Nice. Nyilván egy bizonyos keret, mert ugye a hajónak is van egy bizonyos kerete. Jó, akkor ti csatározod nyugodtan. Jó, és páncélt engedélyezni? Persze, minden van. Mindent lehet. Akkor deal. Megbeszéltük. Jó. És mit tett használni? Csak fizikai? Amit akarsz. Azt használnak, uraim, amit csak akarnak. Uh-huh. Akkor én vinném a lovagi kardomat, közepes pajzsa, ugye, és ugye teljes vértezetbe megyek. Jó. Balázs, te mit szándékozol majd tenni? Én majd elénekelgetek, és próbálom így észrevétlenül segíteni őket dalmágiával, mondjuk. Jó, oké. Na, akkor adok egy képet, jó? Föltöltés, szerepjáték rumba. Na, ez egy kör alakú aréna lesz, kör jó? Aréna. Ez egy kör aréna. Na, mindjárt nézem, hogy írtam-e hozzá mondjuk valamit. Itt kurva hasznos lenne mondjuk egy gladiátor. Bónuszt kap, szóval igen, sokan nézik. A viadalt azt a városon kívül, a Fahéj út melletti sivatagban rendezik meg. Tehát igazából a városon kívül lesz ez megrendezve. A viadal helyszín egy kör alakú küzdőtér. Ide küldik be az összes olyan harcolni kívánó egyént, aki szeretné megszerezni a jegyet. És igen, lényeg, hogy az a személy vagy személyek, akik állva maradnak, vagy hát ugye az a csapat, mert ugye, hogyha csapatba indultak, akkor így úgy van. Tehát a lényeg, hogy az a személy, aki állva marad, az lesz a győztes. Mm. Úgyhogy röviden, tömören így ennyi a nagy történet. És akkor választhatok majd egy négyzetet, jó? Hogy amikor majd bementek az arénába, akkor hol akartok majd állni. De várj, akkor most kettő ember ellen fogunk küzdeni? Vagy nem, csak egy mindjárt négyzetet. Kidobom, hogy rajtatok kívül még hány ellenfél lesz. Uh-huh. Mert ez egy R... mi az? Hogy van? Per R... Jól írom. Ja. D10 plusz 5. Mielőtt még az egész elkezdődne, hagyd kérdezzem meg. Ha igen, egy adoddal a bárd ellenségeire hat, akkor igen, azt a bárd határozza meg, hogy kik az ellenségei? Hát te határozod meg. Hogyha azt mondod, hogy a Geri meg a Gábor az, akik a szövetségeseid, és azokon kívül mindenki az ellenséged, akkor ezt így értelmezem. Tehát, hogyha azt mondom, hogy az arénán belül mindenki az ellenségem, kivéve Gábor és Geri, akkor aki hatótávon belül van, arra hat. Igen. Jó. Na, tehát mivel D10 plusz 5-nél 4 plusz 5-öt dobtam, azaz 9 darab ellenfeletek lesz. Tehát összesen 11-en lesztek ide bent. De ezeket egymás is baszogatja. Természetesen, igen, ez így van. A Gáborral akarunk bemenni. Ja. Hát lényeg, hogy bementek valahol, de majd úgyis az lesz, hogy majd bementek nem, valahol, választhatok valahol egy nézetet, ahol szerintetek úgy jó lesz, ahogy érzitek, jó? És akkor majd úgy alakítjuk a dolgot. J és K2, Geri? J és K2, na jó. Vagy I és L2? Nekem jó, hogy K2. Jó, hát akkor... Melyik lenne köszönni? Én. Akkor én leszek a K2. Így. Hát ugye én a rendet szolgálom, ugye csak a harc az ellenfél foggyulejtéséért. Szóval, azt mondtátok, hogy J meg K2. Uh-huh. Jó. Milyen szint akartok magatoknak? Van... Mit tudom én zöldet akarok. Tehát Geri lesz akkor a zöld, akkor mondjuk Geri lesz a K2-n. Én meg kék. Te meg leszel akkor a J2-n. Jó. És akkor az összes többi az meg pirossal lesz, jó? Jó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, és mondjuk 9. Na, és akkor az lesz, hogy akkor itt frissítésbe így bedobom ide így nektek, jó? Hogy így fog kezdődni az egész. Ugye jól rajzoltam. Mondom, így gondoltátok, hogy én meg K2 voltok. Jó, nagyon jó. Ha pirosak azok, meg mind az ellenfelek, az a 9. Na, jó. Taktika? Valami? Igen. Azt akkor most beszéljétek meg. Nem, most még engedem. Elkezdődne az egész. Igen. Igen. Én elkezdek nektek dalolászni. Adjad neki, fog meg, majd gyere, hopp, hopp. Nem fogok énekelni, mert szövelem útól. Ja, nem úgy. A varázslatra vagyok kíváncsi, hogy mit akar a Balázs elnyomni, és hogy az mit fog csinálni. Ez titeket csak harci kedvel fog eltölteni. Zárójelben bátorságdala. Jó. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy amíg halljátok a dalt, addig 5-tel növeli a kezdeményezőt, és 15-tel a támadót. Na várjál, ez nekem a szédzetőre nem kell. Akkor azt írjátok magatoknak. Nem csak neked. Várjál, keresek egy tollat is. Plusz 5 kezdeményező, plusz 10 támadó? 15 támadó, 5 kezdeményező. Jó, oké, akkor 65 témban. Még egyszer. 5 kezdeményező, 15 támadó. És 12 darab kezdeményező értéken van komolyan. K-E-T-E. És ez csak a szövetségeseimre hat. V-E-C-E. Az... És ez már mennyi ideig tart? Ez amíg a dalt énekli. Tehát 3 perc. Minimum, gondolom. 3. Minimum. Jó. Hát az 18 kör nagyjából akkor. Nem, mert most írtam az alapértékeket. Még egyszer, mennyivel nevelek ki? 5 kezdeményező, 15 támadó érték. 5 kezdeményező, 15, akkor az... Jó, oké. Na, mit csináljunk? Mindenki külön szakadunk, azt ledaráljuk őket, vagy pedig együtt megyünk, és egyszerre csak hát nem tudom, hát hogyha most, érted, hogyha most én, már én vagyok a kék, hogyha én elmegyek oda a H8-asat megbaszni, akkor rám támadhat a D8-as? Bármelyik szerintem rá támadhat. Tehát itt lehet látba támadás biztos, tehát... akkor szerintem... Megadok és hátulról, így van. Hát szerintem várjunk, kijön ránk, azokat intézzük el, nem? Ja. Amúgy se vagyok feltűnő egy ezüst kék színű páncélba, egy 180 cm. Én meg csukjában vagyok. Én meg csukjában vagyok egy 192 cm magasan. Lilium tört címerrel, bazdok a pajzson, meg ilyenek. Meg a páncélon, úgyhogy szerintem egyelőre várjunk, utána taktikázunk. Jó, én meg úgy nézek, mint egy cseves, úgyhogy lehet, hogy behúzom őket. Jó. Na hát akkor meg várjuk, hogy kitámad ránk először. Jó. Bár lehet, hogy fognak rohamozni, és akkor az lesz, hogy... Én meg így a ringen kívülről, és próbálom őket így követni, hogy benne legyenek a range-ben. Úgy csinálok, mintha a közönségnek énekelnék közben, ha meg nem dobálnak valamivel. No. Csak nem. Akkor terv az, hogy ott álltok, és vártok. És várunk, hogy gondold el, Gábor. Kérdezem. Mert... Ha ezek elkezdenek ránk rohamozni, akkor nagyon beszopjuk el a fasz. Hát de nem csak ránk támadnak, hát egymást is kerülség. Hát jó, de hát aztán négyen azt gondolják, hogy milyen jó lenne kiszedni azt a lovagot. De szép páncélja van, ellopom már tőle. Ja, szétbaszom neki. Hát de várjál, ez beszélj meg, akkor hogy fognak ezek egymással harcolni? Hát melyik az első, akiket behúz? De amúgy elég nyíltan vagyunk így egyelőre. Jó. Most mi lenne, hogyha elmennénk jobbra, arra a kettőre, ami ott van? Maradjatok hozzám közel, ha túl sokan vannak, akkor félelem dala. Hát akkor a ring szélén maradunk ezek szerint. Hogy a háttal a ringnek... Legyet és a ring szélén. Jó, akkor menjünk el jobbra. És menjünk támadjunk. Jobbra.
Azért a O7 meg a P10. Az, oda. Jó. Jó, hát akkor... te kit támadsz meg? Hát én majd szerintem a... Szerintem az O7-et támad meg te. Az O7-et azt szerintem lerohamozom. És akkor én meg közben ütöm a P10-est. Jó. Te is rohamozol? Nem tudom, rohamozzak? Azt csinálja, hogy kapsz plusz 20 támadó értéket, meg hogyha betalálsz, akkor dupla annyi sebzést csinálsz, viszont te is dupla annyi sebzést kapsz be, és mínusz támadó értéket kapsz a következő körre. Akkor nem, én nem rohamozok, én csak oda megyek. Jó, van, akkor... Még ez elkezdődik, tudok beszélni a Judd emberkékkel? Persze, még tudsz, persze. Addig nem indítom el a harcot. Azért mondom, még beszélgessetek. Jó, hát akkor... Így körbenézek, megnézem az embereket, milyen fegyverük van? Meg ilyenek? Rövid kardokkal. Ja, tehát ilyen harcosok, semmilyen jaj, különleges? Semmi extra, ja. Tehát oda megyek a Judd férfiúhoz, mert ugye férfiú volt. Igen. Illedelmesen köszönök, szép jó napot kívánok. Igen, jó napokat, igen. És így megérdeklődöm tőle, hogy látott-e már Toroni gladiátor viadalt? Hát hallottam már róla valamit, igen. Mire gondol, uram? Hogy a gladiátorokat hogyan segítik a közönségből? És hogy ezek mennyire élvezetesek tudnak lenni? Hát, igen. Nekem ehhez már volt szerencsém, valóban remek mulatság. Igen. Remélem nem bánja, ha egy hasonló élményt nyújtunk önnek. Ó, hát én persze, hogy nem bánom. Jó, értem. Akkor remélem jól fog mulatni. Hát remélem is. Szépen, illedelmesen elköszönök, mert fogalmam nincs, hogy kéne illedelmesen elköszönni. Jó, oké. Hát, de azért megcsinálod. Hát megcsinálom, mert bár, tehát kasztjából adódóan biztosan tudja, hogy hogyan kell ugye egy Judd férfitől, úriembertől ugye elköszönni. Tehát nyilvánvalóan. Ismeri az etiketnek ennek forrásait. Igen, van alapfokú etikettem. Na, ugye ennyi. És akkor így nagyjából így akkor ennyi. Jó. Szóvi. Igen. Hogyha szemügyre veszem az ellenfeleinket, akkor mennyire vannak páncélozva? Nincsenek páncélozva. Nincsenek? Tehát valaki úgy van, hogy félmeztelenül, mert azért dög meleg van a sivatagban, tehát így... Akkor így, csak kardjuk van, hát meg valamennyi ruhájuk. Meg valamennyi ruha, igen. Ezt így nagyjából ennyi. Jó. Tehát így senki sincs páncél, Geri kivételével, tehát... Jó. Hát engedélyezték. Igen, tehát lehet igen, bármit használni, igen. Azért használni. Mennyi az állóképességed amúgy, Geri? Az 15-ös. Jó. Majd 5 kör múlva majd akkor dobatok veled, hogy mennyire bírod a hőséget és a páncélot az ilyeneket, jó? De 5 körig nem kapsz semmit. Jó van. Mert azért megterhelő egy dolog azért 40 fokban full vértben, vagy nem tudom, azért úgy. Na. Hát majd leveszem a sisikot, melegem. Sisikot? Sisikot, így van. Sisikot. Akkor mindent megbeszéltetek, minden, jó? Szovi! Igen. Ja, jó, megtaláltam, akkor semmi. Jó, akkor mindent megbeszéltetek, jó. Na, akkor kezdeményező dobásokat szeretnék, jó? Várjál, még a pszit leírom, hogy 11 van. Mínusz 5-tel dobom, mert szarc az ellenfél fogjulejtéséért, ugye? Micsoda? Mit kell dobnom? Gábor, te még mindig vak vagy? Nem, vagyok vak. Nem, azóta de, már felnőtt. De azóta már kigyógyultam belőle. Mi? Van vakharcod, vagy nincs? Alapfokon igen. Alapfokon nekem is van. Alapfokon van, de hát érted, az nem is tudom, 6. vagy 7. szinte kapom meg mesterfokon. Uh-huh. Na, mit kell dobnom? Még egyszer? Balázs szeretné még valamit, vagy kezdhetjük a harcot? Kezdjétek nyugodtan, jó. Én eltolom akkor azt a varázslatot, ahogy elkezdik, úgyhogy le is vonom a manát. Jó, oké. Akkor egy D10-es plusz a kezdeményező értéket. Érték. D10 per D10 plusz... Plusz a kezdeményeződ. Így. Pillanat. 34.
Jó, igen. Yeah. Annyi a kezdeményező érték. Az ötöst. Hetes a kezdeményező értéke, igen. Még így is, hogy megkaptad a buffot tőlem? Hát mivel harc az ellenfél foggyülejtéséért, ezért igen. Ó. Oh. Azért nem, amúgy plusz mivel, mert nem fog ugye ölni. Igen. Én jó. Rendes jó, vagyok. Jó, na, tehát a lényeg, a sorrend a következő lesz. Elsőnek fog a Gábor cselekedni, aztán cselekszek én, aztán a Geri. Jó? És te melyikkel fogsz cselekedni? Hát, majd azt én eldöntöm. Ja? Jó. ez benne a furfangosság, hogy nem tudhatod. Na, ja. Úgyhogy Gábor, tiéd a cselekvés joga, te kezdesz legelőször, mondd, hogy mit szeretnél akkor tenni. Jó, akkor Geri, akkor cseréljük fel, jó? Én oda megyek az O7-eshez. És nem tudom, megtámadom? Igen. Jó, hát akkor megtámadom. Jó, csak szimpla támadás, semmi rohamozás, vagy nem, ilyenek. Nem tudom, nem rohamozok meg semmi, csak oda megyek a harcokkal. Jó. Akkor menj oda, aztán akkor D100 plusz támadó értéked. Várjál. Ököllel harcolsz, mi? Ököllel harcolok. Jó. D100 plusz támadó érték? Igen. De a rorrumba. Rorrumba kell. Ja, mindegy. Mindegy, 140. Jó, mehet a sebzés az öklödnek, mehet a sebzése. Mennyi a sebzés az öklödnek? K6. 1K6 plusz 5, mert plusz az erőd van. 1K6 plusz az erődnek a... Tehát, hogy 20-as erőd... Arra is horlóljak? Igen. Nem, ja, a D6-ra kell. D6 plusz 5, igen, az a sebzésed. Az annyi sebzése az öklödnek. 5 sebzés, várja. Per R, D1, D6 plusz... Jó, csak én ezt leírom magamnak. Per D6 plusz 5, ugye? Igen, ez a sebzése. Egy öklödnek. Tiszt. Jó, hát Gábor nem lacafacázott, szépen így odasétált, hogy az első, tehát elkezdődik a viadal, ugye, hogy van, mindenki őrjöng, úgy, ahogy kell. Közben Balázs ott a közeletekben ott megállott a szélén, elkezdi a lantjával, meg a hangjával minél erőteljesebben nyomatni az a hangját, hogy megkapjátok a buffot. Így van. Kapjátok is ugye a buffot, és akkor... És akkor mondja ugye a Jad úri ember, nyilván Jad nyelven, nem tudom, hogy ki tud Jadul, de hát szépen elmondja a ceremóniát, hogy íme a viadal, és akkor győzzön a legjobbik, a győztes pedig megnyeri a jutalmat, mi pedig jól fogunk szórakozni, úgyhogy akkor, ahogy a Mortal Kombatban mondják, hogy fight! És akkor ez így meg is kezdődik, és akkor hát Gábor mondja, hogy ja, jó, akkor így szépen oda sétál, és akkor így az O7-es nevezetű úriemberhez így szépen jobb kézzel, így mellkasba, oda basz egyet, faszikám úgy, ahogy van, ez az ütés, hogy meg is állítottad úgy, ahogy van a szívét, és így eldől, mint egy rakás szar. Fatality! Úgyhogy ez így káó, ez így technikai káó. Minek a csíharc tetsz? Fatality! Kiéti a szívét. Na. De várjál már, megállítottad a szívét? Jó. Ezek szerint? Jó. Hát épére sebzett, 11 épét, hát ez így technikailag kész. Ököllel tud épére sebezni? Tud. Igen. Azt oh. Mondjuk át kell néznem ezeket benne. Na, ezt mondjuk nem tudtam. Hát azt harc... hittem, ököllel FP-re tud sebezni. Én harcművésznél ebből a szempontból úgy vagyok vele, hogy... Tehát azért tudja, hogy hova kell úgy beütni, hogy neked így vége legyen. Ó, oh, tehát figyelj. Neki is 30-al kell tudod adni? Ja. Ó. Oh. Úgyhogy nála egy ennyi. A védőértékét, hogyha 30-al többet dobsz, akkor az a sebzésed az teljes mértékben az, így. Az, amit dobtam, az a 140, ugye? Uh-huh. Így van. Ez azt jelenti, hogy ez legalább 30-al több volt. De hogyha mondjuk most érted, átszámítom, tehát hogy ez most nem EP-sebzés lenne, hanem FP, akkor is az lenne, hogy 11 FP-t akkor így bekap. Sőt. Ja, bekap 11 FP-t, akkor még egy EP-t is, de hát aztán mindegy. Szóval sok. Lényeg, hogy ez a fasz, ez így K.O. Ennek így vége van, úgyhogy most dobok a maradék 8 emberrel egy asztrált, jó? Jó, ebből így kettő ember az, aki így, tehát így mindenki így les, hogy mi a fasz volt ez, tehát oda megy egy neve nincs emberke, hogy így oda megy ököllel, így oda sóz egy valakinek érted, és úgy van eldől, mint a karácsonyfa. És mindenki így les, így a közönség is, hogy ez mi volt. Na, ebből a kettő, ebből a 8 darab emberkével, aki maradt, hát ketten dobták meg az asztrált. Az összes többi az félelem harc alatt a Gáborra innentől.
Tehát ők mindentől kezdve, tehát nem te, hanem... Harcfélelemmel tölve. Tehát hatan mostantól félnek tőled. Ja, jó van. A másik kettő az nem. Majd fognak, jó. És akkor ennek következtében ez a másik kettő darab emberke, akik már ugye nem félnek tőled, azt mondják... De várjál, melyik az a kettő, amik nem fél? Hát most akkor válasszak az a kettőt. Kitalálja. Mert várjál, mert az O7 akkor az meghalt. Az O7 az X, az annak úgy vége van. Na és akkor mondjuk legyen a... Legyen mondjuk hát akkor... Hát szerintem legyen a két legtávolabbi, nem? De, hogy is, azt majd eldöntöm. Most lesz a... ja, ez én döntöm. Jó van, jó van. Csak az... egy logikus. Legyen az L13-as. Jó. Meg L13. Igen, meg lesz az O17-es. Ők ketten azok, akik így félelmet nem is verve úgy döntenek, hogy na jó, van, akkor ezt az emberke, ez nagyon veszélyes, úgyhogy most gyorsan elintézzük. Című történet. Úgyhogy most kapni fogsz szépen. Várjál, már a Green közben nem támad? Nem, majd mert én vagyok a következő. Igen. Szóvi, tekintve, hogy mit beszéltem a Jadu férfiúval, ne dobjak kezdeményezőt én is. Nem kell, te nem harcolsz. Még te csak nem. Énekelgetsz. Te még egyelőtt csak énekelgetsz. De elvileg az éneklésedet nem hiszem, hogy tudnám mást csinálgatni. Hát de abba tudom hagyni, hogyha olyan hát van. Hát majd amikor szólsz, hogy azt mondod, hogy abba akarod hagyni, akkor majd abban a körben majd megmondod, hogy abba adjad az éneklés, és akkor majd kezdeményezőt dobsz. Jó. Okés. De egyelőre ebben a körben még nem. Na úgyhogy Gábor, te kapni fogsz kettő darab támadást. Igen. Ettől a kettő darab úri embertől. Nem kell aggódni, jó? Tehát én nem aggódok. Jó. Dupla nulla. Hát ha nem dobok dupla nullát, igen, akkor több mint valószínű, hogy semmi bajod nem lesz. Mind a kettő úriember rohamozni fog rád, jó? Uh-huh. Szóval, az első, az 54. Igen. Nézd meg a védőértékedet. 93. Jó, akkor ez nincs meg. Ez viszont valószínűleg megvan. 106. Igen? FP-re. Gondolom FP-re. Tehát gondolom nem ütöttelek túl. Tehát 90 mennyi volt a védőd? 93. Jó, akkor ez csak... Várjál, mennyi az FP-m? Fájdalom pontra fog menni neked egy D6-os, azaz egy darab fájdalom pontot bekapsz, egyetlen egyet. Akkor 34-ből 33. Ja de, bocsánat, kettőt, igen, mert rohamozva volt. A rohamozás duplázza a sebzést. Jó, akkor lényeg, hogy kettő darab FP-t elszenvedsz, jó? Tehát ez nem Gábor, sok. Ha az előbb rohamozol, akkor nem csak megáll a szíve, át is ütöd rajta. Igen, amúgy. Nem. Szóval az én körömnek így ennyi, az összes többi az most fosik a Gábortól. Várjál, most a fájdalompont, az most, hogy kettőt veszítettem, ugye? Igen. Akkor. Igen. Jó. Igen, tehát -2. Jó. Jelen pillanatban. Na. Geri. És akkor, most, hogy én ezzel a körömmel így megvoltam, köszi, így mindennel, most akkor jöhet a Geri. Most kérek meg egyet. Most jön a Gerinek a cselekvés. Most rohamozok. Jó. Egyikre, amelyik a Gábort támadta. Jó. Uff. Várjál, mert közben itt... Jó, akkor én ott szambázok a korlátok mellett közben, táncikálok zenélés közben, és követem őket, hogy közel legyek. Jó, oké. Okay. Azt mondja, -5T, azaz... 60-nal kell dobnom, plusz 20, per R1D100, plusz 60, plusz 20... Jó, mondjuk 20-as erőm van, meg jó, hogy megállítom a szívét. Ennyivel fogom lerohamozni. Jó, dobjad a sebzést. Ez erőteljes túlütésnek tűnik. Igen, amúgy az. Mennyi a sebzése? Hát mi az a túlütés? 2D6 plusz 7. De ilyenkor felesleges sebzést dobnia, mert épére nem tud sebezni, ha foglyolejtésért harcol. Hát azért hadd látom, hogy miközben foglyol akarja ejteni, hogy... Tessék, 30-at adobasztom, tessék. Jó, hát akkor szépen Geri fogta magát. Lovagi kard? Igen, lovagi kard. Pajzs? Pajzs. Pajzs, jó, hát akkor... Pajzs. Desz karddal. Karddal ütöttem, igen. Jó, akkor kard ütötted. Jó, hát akkor Geri szépen fogta magát, berohamozott oda Gábor mellé, úgy, ahogy van, és akkor így a kardnak így a markolatával így odament, és így püh, oda sózott egyet így a faszinak így a fejére, és az így el is terült. Nem halt meg, elájult. Úgyhogy egyelőre ez így ennyi, és akkor nem támad senki se kétszer, de a Gábor. De még háromszor, igen. Én még többször támadok szerintem. Ja, te még akkor háromszor támadhatsz elvileg. De várja, megvan neked a 16-os gyorsságod, ügyességed? Nekem 18-os gyorsaságom van, 13 ügyességem. Akkor nem érvényesül a több támadás, akkor annyi van, hogy akkor
egy körben jobb kézzel ütsz, bal kézzel ütsz, meg egy harmadik, amit választhatsz. Vagy a harmadik az lehet a lábad is, akár. De akkor egy körben háromszor támadhatsz maximum. Vigyázzál, mert a lábával is tud ütni. Na, tehát lényeg ebből a körből akkor még kétszer tudsz támadni. A lényeg az, hogy akkor egyet így kiütöttél, és hát megölted. A másodikat úgy, hogy van, így kiütötte a Geri, és még ott van, akkor még előttetek egy emberke. Várjál, akkor az OT-es azt megöltem, akkor a kifutottad a hozzám? Amit akit a Geri leütött, az most hol van? Az elterült. Az elterült, az is X. Elterült a faszba. Akkor ki van még ott, a P10? Vagy a... Egy ember van körülötted. Egy ember van körülötted, csak arra fókuszálj, hogy egy ember van körülötted. Most. Ja. Jó, akkor te oda megyek az egy emberhez, azt megtámadom azt jó, is. Jó, akkor dobjad. A bal kézzel, a gyengébbi kezem. A gyengébbi kezed, de ugyanúgy D100 meg a 64. Perer D100 plusz 64. Jó, mehet az a D6-os sebzés. Per R, D6, plusz 5. Hát azt hiszem, ez se jött túl. Hát nem, mert ugye egy az, hogy rohamozott, tehát neki már kevesebb is a védőértéke, egyszer, ja, tehát ok. Ő mínusz kapott a rohamból. Plusz, ugye rohamozott, tehát ezért duplán sebződik. Tehát ez nem 10-es, hanem 20-as. Úgyhogy ezt is gyakorlatilag... Hát ez gyakorlatilag ezt is ugyanúgy így átütötted így a túlvilágra. Tehát ezt fogalmazzunk úgy, hogy ez így jött, és így amikor rohamozott, akkor így jobbra így kitértél, így mellé léptél, hogy így na. Aztán amikor fordult meg, akkor így úgy voltál vele, hogy hát cső, pum. És így oda csaptál neki, és így elröpült, és a falatta neki a másikat. De a recsenésből ítélve... Ezt már nem hallottam. Már repülés közben tehát repülés közben, tehát igen, ő már nem érhette meg azt, hogy elrecsene a nyaka. Élő ember rohamozott rád. Igen. De egy halott embert basztál a falhoz. Pontosan, hogy klasszikust idézzünk. Nagyon jó. Igen. Klasszikus. Igen, és akkor lényeg, hogy akár ennek a körnek így vége van, ebből a szempontból, de... Még egy dolgot még dobok, jó? Most a Gerire is dobok ebből a szempontból, hogy ez a maradék 6 emberke, az így asztrálba, így hogy vélekedik így a Geriről? Az is így jött, és így pű. Jó, szinte majdnem ugyanaz. Nem félnek annyira. Hát igen, 2 emberke az így nem nagyon fél tőle, a maradék 4 az így kétszeresen összefosta magát. Tehát így valószínűleg hozzá, nem fognak oda menni hozzátok, de 2 azért még nem fél a Geritől. Úgyhogy jó. 2 nem fog kapni ezért. Na, és akkor... Várj, valahogy tudjuk követni, hogy most melyik ér, meg melyik nem. Várj, most 2 halt meg egy fekszik, ugye? Hát lényeg, Gábor, hogy 9... körülöttünk mindenki meghalt. Lényeg, hogy 9 ellenfeletek volt eddig, most már csak 6. De miért? Az egyik csak elájult. Hát, és de ő már nem tud harcolni. Ő nem tud harcolni. Tehát azért már csak 6 darab ellenfeletek van. Most függetlenül attól, hogy ki a halott és ki az, aki állt. Ha azt akarod tudni, hogy melyik ilyen még, akkor az alsó 4 az már úgy kész. Jó, akkor van még a J17, a H8, a D8, a C13, meg a G14. Pontosan, igen. És ja, szerintem fölösleges kezdeményezőket dobálni, mert én úgyse fogom utolérni sorsa Gábort, mert neki kurva nagy kezdeményezőt. Ja. 27 van. Úgyhogy a következő kör igazából elkezdődhet, és akkor a következő körben megint a Gábor reagál legelsőnek. De várjál még, nekem még van egy támadás. Hát de most mire használt fel a támadást? Igazából az alatt az idő alatt azt tudod megtenni, hogy odamész valakihez. De úgyis ja, a következő jó. Körben fogsz támadni. Jó, akkor nem tudom, várjál most hol vagyok kb. Most vagytok mind a ketten úgy az O meg az N-nek a 6-os, 7-es négyzeténél. 6-os, 7-esnél vagyunk. Ja. Akkor szerintem én oda megyek a H8-ashoz. Igen. És... Szerintem csinálok egy olyat, egy célzott támadás. Igen. Fejre. Igen. És ezt hogy kell innentől tovább? Innestől jelesd be azt is, hogy szeretnéd csonkítani a köllel. Igen, az a tervem. Jó. De túl kell üt. Szóval, akkor lényeg, hogy azt szeretnéd, hogy odamész, fejre célzol, és szeretnél csonkítani.
Igen. Na, ez annyit fogok ott akarni számisztikailag, hogy kell, akkor a következő a kód. Perer D100 plusz a támadó értéked. Perer D100 plusz 60, igen. Minusz 20. Igen. És akkor nagyjából ennyi. Ez lesz most a támadásod. Nagyon ez jó. Jó, az az, hogy sikerült a támadásod, és most fog... Ez az, hogy sikerült, vársz, mert most az történik, hogy fejre céloztál. Ha 10 vagy annál többet sebzel, akkor lecsonkoltad a fejét. Jó. Hát ha... Akkor meredni a plusz 5, ugye? Igen. Ó, oh, baj, bazd meg! Nem. De ez bénításnak számít. De ez bénításnak számít, úgyhogy a lényeg, hogy oda mentél, oda basztál egyet a fejének, úgy, ahogy van. Így érezted, ahogy az agya az így össze-vissza zögykölődik, mint a flipperben a golyó. Oh, yeah. És így elterült úgy, ahogy van. Tehát valószínűleg... Fogalmazzunk úgy, hogy valószínűleg ő már soha büdös értében nem fog lábra állni. Vagy biztos, de az már biztos, hogy a számok, de az már biztos, hogy a számokat nem fogja tudni soha többé megtanulni. Na, úgyhogy ez így ennyi. Hát lényeg, hogy van egy darab ember, akivel még tudok támadni a Gerire, mert az összes többi az fosik tőletek. Jó? Úgyhogy Geri, te most... De az is rohamozik a Gerire, jó? De én bízok benne, hogy nem fogja eltalálni. Tehát így 57-et kapsz, Geri. 57? Igen. Hát ez nem. 57 mit? Nem. 57-es hát támadó. Nem. Hát ez így fogta magát az emberke, így odament, hogy na akkor majd most lerohamozza a Gerit. Most, hogy így ott hagytad. Nyilván. De aztán nyilván. Így igazából így odament, és így te Gerit csak így fogtad magad, hogy mi a fasz, és akkor így kicsit odébb léptél, és mondtad, hogy hát ez most így mi? Hát ez így úgy jövően így mellét ment. Így nagyon-nagyon nem tudta, hogyan kell rohamozni. Jó, úgyhogy Geri, most te jössz. Ott van melletted akkor egy emberke. Mikor vágott a karddal és a saját lábát vágtad. Nem, az akkor lett volna, hogyha 0-1-et dobok. Ja. Mert van olyan, jó. Tehát akkor ugye előfordul. Az a totális balszerencse. Mikor rohamozol és a saját... Ja, várjál. Ja, igen, mert ebben már levontam az izét. Ebben le van bomba izé. Jó, igen, mehet akkora. Az ütés karddal. 2d6 plusz 5, ugye? Gondolom, igen. Várjál már, Geri, te nem kétszer támad? Plusz 7, nem. Hát egyszer támad a lovagi karda, meg egyszer támadhatna a pajzsával, de ezt mindegyes kör elején neki be kell jelenteni. Aha. Hát... De hát mivel nem jelentette... Alapfokú pajzsasztánat lehet már pajzsal támadni. Igen, de hogyha pajzsal támadsz, akkor nem élvezed a védőértékét. Ja, hát én nem akarok pajzsot támadni. Sheetbe se lefejezni. Azért mondom, hogy mindegyes kör elején ugye neki el kellene dönteni, de hogyha nem szól semmit, akkor az alapfelállás, hogy pajzsal védekezik, karddal üt, és akkor így mindig egyszer támad. Jó, hát akkor lényeg, Geri, hogy így jött az emberke, úgy, ahogy van, így kiléptél oldalra, ez így elfutott mellette, te meg így a kardonnak így a lapjával, úgy, ahogy van, így hátba csaptad, hogy psss, úgy, ahogy van. De és nem is vágtál, csak csaptál. Csak csaptál, igen, mert ellenfél ugye fogőlejtésért, úgyhogy oda csaptál neki így a hátának egyet, úgy, ahogy van, és ugye a saját lábába, úgy, ahogy van, és el is terült így a porban, így a homokban. Úgyhogy ő így X, tehát nem halott, csak X. Ő is úgy, ahogy van, és a lényeg, hogy mivel az összes többi emberke az így fél tőletek, erőteljesen, azért annyi lesz, hogy maradtak 4-en, ugye? Igen. Dobok 4d10-et. Aki 10-es dob, az még akar tovább harcolni, jó? Az lesz a felállás. Jó, ketten még akar. Amúgy hallottam, hogy pont ezt akartam, mielőtt elkezdünk fájtolni, megkérdezem, hogy ki akar még harcolni. Jó, tehát lényeg, hogy ketten úgy, ahogy van, így el is dobják a fegyvert, és így összekuporodott szarként így a földbe teszik így a fejüket, hogy nem, no, kész, nézz, állak, akbar, minden. Tudod, hogy végignézők, és így fuck it, és így eldobják az kivet. Igen, és kész, azt mondják, hogy nem, ők nem harcolnak tovább. A másik kettő se igazából akar nagyon harcolgatni, de ők így látjátok, hogy nem. Tehát remeg a kezük erőteljesen, de... Jó, Szovi, akkor igen. Legyen már vicces egy kicsit a dolog. Igen. Nem éneklek tovább. Jó, nem énekelsz tovább, jó. Nyúlok az íjamért.
Uff, jó. Lényeg a lényeg, hogy Balázs, Balázs nem énekez tovább, de Gábor, de Gábornak még van két támadási lehetősége. De várj, ő életszféres, nem? Kicsoda? Ki? Balázs, te életszféres. Pontosan ezért fogok karra célozni. Uff, baszdmeg. Azért mondom, hogy most még a Gábor még két támadását még, hogyha szeretné, akkor elsütheti, hogyha nem, akkor meg következő kör lesz. Uh-huh. Úgyhogy most Gáboron múlik minden, hogy mit cselekszik. Hát akkor megtámadom az egyiket. Jó. A legközelebbit. Jó, hát akkor csak szimplán akkor dobád akkora. Várjál, akkor per RD 100 plusz, akkor most már ez a normál érték. Uh-huh. Jó, igen, mert a D6 plusz... D6 plusz 5. Annyi. Jó, hát ez ennek is annyi, úgy ahogy van. Okay. Wow. Tehát így remeg így a keze úgy, ahogy van, aztán így odamész hozzá, kicsit így odéblököd, így a kar, az is akkor egyszer. Az is így elterült, úgy ahogy van. És meg akkor, is. És akkor is, mész a következőhöz? Nem megyek, elég volt. Jó, elég volt. Jó, hát akkor vileg új kör van. Hagyok a Balázsnak. És akkor Balázs, Balázs, neked mennyi a kezdeményeződ? Jelen pillanatban, mivel így van nálam, ezért 33-as. Jó, akar valaki még harcolni? Gábor, Geri? Én nem. Hát én megvárom, hogy mi lesz még, úgyhogy... Én ki akarom venni a kezéből a kardot, tehát érted? Jó, hát akkor így is akkor Balázs fog kezdeményezni. Jó, akkor Balázs rajtad a sor. És számít rá, hogy lövök? Számít valószínű, hogy nem. Tehát meglepetésszerű? Ja, úgyhogy meglepetésben megkapod azt a célzó értéket. Nice! Azt mondja, hogy... Meglepetésszerű támadás, az plusz 10 célzó érték. Nice. Karra célzok. Az meg mínusz. Akkor mínusz 5 összességébe. Melyik karjára? Nem mindegy. Amelyikben a fegyver van. Jó. Mínusz 5? Akkor mínusz 5, igen, és akkor lényeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jó, hát lényeg, hogy összesen van neki akkor így 47-48-as védője. Ha annál nagyobbat dobsz, akkor el fogod találni. Nagyobbat dobott, úgyhogy eltaláltad a karon, jó, hogy komált a sebzésre. D10-et sebez az izéd, a... mi az? A visszacsapó ijed. Visszacsapó ijed, jó. Ja, hát akkor szépen így belát, úgy is van, úgyhogy elvileg a táblázat szempontjából, hát ez le is... 50-nál túl ment, ugye? Igen. Túl... Nem, mert 48 volt, ugye? Akkor pont nem ment túl. Hát a... Akkor nem ment túl 50-nál, jó, akkor nem bénult le a karja, csak akkor... De eléggé fájdalmas volt neki, úgy, hogy van, úgyhogy ja. Úgyhogy ez a faszikának is így ennyi. Jó. Hát a lényeg ugye, hogy ez se fog már így harcolni tovább. Jó, akkor ez így kész, vége. Combat end. Lényeg, akkor hogy megnyertétek a viadalt. Nice. Szomorú, csak két ember tudtam megmenteni, bazd meg Gábortól. Hát meg Gábor nem fogta magát vissza. Igen. Hát figyelj. Használtsi harcot. Amúgy tényleg. Amúgy ezzel gondolkoztam oda, hogy mit fogok használni, hogy ne halljak meg, bazdmeg, oda. Itt aranyharang, hogy mi a fasz, meg mi volt itt. Jó, van, akkor nem kell. Jó, na lényeg, akkor haladunk szépen tovább az egészbe, mert ez még csak a epilógus volt. Igen. Ezt a bevezetés, akkor... nem az epilógus, az más a prológus története volt az egésznek. Na, amíg akkor elmegy Balázs, akkor... Igen, szóval, felszálltok akkor, tehát megnyeritek a... versenyt úgy, hogy van, meg is kapjátok az idézőjeles jegyeket, vagyis hát legalábbis ugye az, hogy akkor felszállhatok ki a... Bocsánat, egy kérdés. Hajóra, igen. Az FP-m az visszatöltődik magától? Az vissza fog töltődni, persze. Ez a két FP gyakorlatilag egy órán belül
vissza is jön saját magától, szóval ez annyira nem részes. Tehát ez csak egy karcolás volt. Jó, tehát lényeg a lényeg, hogy megkapjátok az időzjeles jegyeket, felszállhattok a hajócskára, ahányan csak, tehát igazából ugye a társaitok, tehát felszállt a Balázs is, felszállt a Gerinek az apródja is. Mindannyiatoknak amúgy van lova? Nekem van, apródomnak is van. Gábornak nem hiszem, hogy van. Adtunk neked lovat? Hát én nem tudom. Le van írva a ló külön? Nincs, de viszont van lovaglásom. Akkor nem tudom. Jó, Szofi, van lova? Akkor legyen lova, jó? Akkor lesz, akkor lesz lova, meg elvileg... Akkor várj, akkor odaírom. Elvileg akkor a Balázsnak is van lova, mert fél elfként biztos, hogy van lovaglása. Igen. Úgyhogy akkor odaírom, hogy kincsem. Van lova. Na, akkor lényeg, hogy ez volt ugye délután, és akkor este úgy, ahogy van, fölpakoltok, bepakoltok a hajóra, és akkor a hajóval szépen meg elindultok az úti célotokhoz. No. Este akkor el is indul a hajó, kapitánnyal igazából, hogyha akartok, akkor beszélhettek bármit, amennyit szeretnétek, de röviden, tömören így elmondja nektek a nagy okosságokat, hogy itt a partnak így a szélén, tehát itt a kereskedelmi útvonalon fognak hajózni, de nem érdem, tehát hogy elkezd mesélgetni így a zöblökről, meg minden itt egyelőre, itt az ibarai sivatag környékén annyira semmi gond nincsen, de ahogy Gorjükbe fogtok majd érni, nem érdemes hajózás szempontjából letérni a kereskedelmi útvonalról, mert sok a kalóz. Úgyhogy maradunk szépen a kereskedelmi útvonalakon. Röviden, tömören így ennyi. Miközben az ibarai sivatagnál ugye tartotok éjszaka, lent ugye alszotok, aztán igazából egyik éjszaka, vagy az első éjszaka már szól nektek, hogy keljetek föl mindannyian, mert szeretne nektek valamit mutatni. Aminek következtében így mondja, hogy aminek következtében így föl is mentek a fedélzetre, és igazából mindenki fönt van a fedélzeten, és mindenki izé csendre int, hogy halkan izé csinálják itt a dolgokat, meg így a hajót is megkéri, hogy mindenki csöndbe legyen, és halljátok így a tengernek a morajlását, illetve ilyen furcsa hangot is hallotok, illetve ahogy följön a vörös hold meg a kék hold, egyszer ugye megvilágítja ugye a tengert, és látjátok, hogy a tengerben valami úszkál, valami orbitálisan nagy darab dolog úszkál, és akkor a kapitányatok, ez a Jot férfi ember ugye elmeséli, hogy ez így mi, merre, hány méter, ez ezt mondja, hogy a nyugati óceánnak ez egyik lénye, ez nem más, mint egy tengeri kígyó, viszont nem kell tőle annyira félni. Elmondja, hogy nagyjából ezek a tengeri kígyók azok ilyen 1 kilométer hosszúak körülbelül, de állítólagosan volt már olyan, ami 5 kilométer hosszúra is megbírt nyúlni. De nem kell tőle félni, mert sokan nem tudják, de önöknek ezt elmondom, hogy ha csendbe vagyunk és nem zargatjuk a tengeri kígyókat, akkor nem bántanak minket. Nagyon-nagyon szelíd és békés állatok, nem húsevőek, hanem ők halakkal táplálkoznak, ugyanúgy, mint a bálnák. Nem tudom, hogy valaha láttak-e bálnát, de a bálna is olyan, hogy gyakorlatilag apró termetű halakkal táplálkozik folyamatosan. Természetesen, hogyha az emberek vagy bárki ugye le akarna őt vadászni, akkor az a probléma adódhat. Csak számisztikailag mondom, ez ilyen dögöknek kb. 118-as a támadó értékük, meglepetésszerűen támadnak, 100 AP-vel rendelkeznek, és hasonló. Meg 10-es SF-ével. Úgyhogy nagyjából így ennyi, ez volt ugye az első éjszaka, ezt így megmutatom. Várj, szólj. Igen? Szólj. Húsevő és halak, nem húsevő és halakkal táplálkozik. Mint a bálna. Tehát nem úgy, hanem úgy értelmezem, hogy halakat... Nem eszik embert. Nem eszik embert, tehát nem támadó, tehát nem ragadozó a tengeri kígyó. Csak kurva veszélyes. Nem veszélyes az emberek. Hát addig nem veszélyes, ameddig nem baszogatják. Illetve, hogyha csöndben elhajózol mellette, akkor igazából lesz szar téged. Okay. Ezt csak én kis extrán így elmondtam nektek, mert lehet, hogy majd egyszer a jövőben egy másik kaland alkalmával, ki tudja. Vagy most. Na mindegy, hajóztok szépen tovább. Belehúgyozok a tenger. Szóval hajóztok, akkor szépen tovább elértek Gorvikba, ugye, hogy van. Ha esetleg nem tudnátok, akkor elmondja az úriember, hogy Gorvikban az ott élő embereknek van egy különleges tulajdonságuk. Az egyik az, hogy mindenki mást utálnak, aki nem gorviki, de a másik különleges képességük, hogy egymást is utálják. Úgyhogy magyarok. Úgyhogy aki nem szeretne most itt kiszállni, elfelejtettem a városnak a nevét, ahol először megáll ez a hajó.
Tehát Belderóban, aki nem szeretne kiszállni, az maradjon a hajón. Jó? Uh-huh. És kerüljük a feltűnést. Nem fogunk sokáig kikötni, 1-2 óra. No. Szépen uh-huh. kikötött a hajó. Megálltok Gorvikban, így esetleg így kinézhettek, így, hogy mi merre, hány méter, hát olyan sötét, mint az éjszaka, pedig dél van. Pedig dél van. Aztán tényleg 1-2 órán belül gyakorlatilag így kicserélődik. Hát ugye egyes emberek ugye itt kiszállnak, mások beszállnak, de semmi vész nem történik, halad szépen tovább majd a hajó. Mm. És, és szépen ugye haladtok tovább, mentek be a Gályák tengerére és Belranarodába. Jó, Géri, nem szálltak. Aztán, aztán szépen lassan így, nem tudom mennyire ismeritek egymást, tehát hogy így gondolom én, hogy azért így tisztában vagytok azzal, hogy Balázs szokott ez így humbukolni. Humbukolni. Varázsolni. Humbukolni. Ja, igen, igen. Na. Hát, és nem. Valószínűleg, hogy egy C-be vagyunk konkrétan, egy szörvadás C-be. Na, szóval a lényeg, hogy mivel Geri, te Shadowból származol, ugye? Igen. Na. Ezért neked így eszedbe jut az, hogy ha már elmentek így az országodba, akkor így eszedbe jut az, hogy az országod úgy nem nagyon szívleli azokat az embereket, illetve lényeket, személyeket, akik bármilyen más mágiát használnak, ami nem Don Viktor származik. Ha. Hát akkor azt akarja megemlíti nekünk? Vagy... Hát ez így Gerinek fog most így eszébe jutni, hogy az országa így úgy, tehát úgy vélekedik Shadownak így az országa, hogy ismerik a mágiát, viszont a mágiát azt úgy értelmezik, hogy ami Don Viktor jön, az a jó. Ami nem tőle jön, az mind fekete mágia. Le van szarva, hogy honnan jön, hogy más jó istentől származik. Nem, az szart se ér. Don Vik az egyedüli. Minden más, aki humbukol így úgy, amúgy az eretnek, inkvizíció... Nem kell részleteznem szerintem. Erőszi. Ja. De amúgy egy nagyon békés ország. A így beletartozik? Hát minden, ami olyan humbukolásnak tart. Tehát hogyha mit te most, te telekinézissel, tehát most, hogyha te szépen fogod magadat az egyik kocsmába, és így elkezdesz lebegtetni telekinézissel egy poharat, akkor azt mondják rád, hogy... Poszorkány. Igen. Elkapnak, inkvizíció, kibeleznek, föllógatnak, kész vége. De elviszek egyet-kettőt magamban. Hát az egy dolog, de nem azért jöttetek, ugye? Hanem mert van egy függületésetek. Oké. És gondolom, ez Geri elmondja? Hát, igen, én összehívom őket, azt elmondom, hogy így mi a helyzet. Illetve a bárdom tudja is. És a bárdot tudja is, akkor jó? Hát figyelj, van történelem ismeret, vallás ismeret. Na, akkor az teljesen jó, akkor. Legende ismeret, kell jó. Még valami? Jó, teljesen nekem jó. Nekem is van vallás ismeretem. Na, akkor teljesen jó, akkor azt legalább így meg tudjátok egymás között beszélni, hogy akkor valóban Geri, amúgy Shadown be ez a helyzet? Igen, amúgy srácok, ez a helyzet, úgyhogy próbáljuk meg magunkat úgy visszafogni. Jó, de az elészekkel ugye nincs bajuk. Azzal nincsen semmi gond. Tehát lényeg, hogy tehát fontos megjegyezni, hogy az ország egész területén erős a Don Vik hit, így nem ajánlatos sem felszólalni ellene, illetve a mágiát is hanyagolni kell, mert az inkvizíció az gyorsan és kíméletlenül lecsap az eféle alakokra. És én ezt tudom, mert van vallás ismeret. Igen. Meg történelmi ismeret. Hát igen, vallás ismeretben is igen. A történelmi ismeretben nincs, de vallás ismeretben. De vallás ismeretben igen, tudhatod, hogy Don Vik hit az olyan, hogy igen. Hogy csak Don Vik. De én megerősítem. Tudom. Geri meg megerősíti neked ezeket a legendákat, vagy nem tudom. Mert neked ugye egyelőre csak mendemondákat, igen. Jó, és akkor lényeg, hogy szépen akkor meg is érkeztek hajóval Shadownnak az északi részébe, erre a Belranaroda nevezetű helyhez. Uh-huh. Vagy hát, igen. Városkába. És akkor innentől kezdve megint elengedem a kezeteket, és akkor lehet szépen gondolkodni, hogy a Mara Agidor nevezetű hölgyeményt hogyan fogjátok megtalálni. De nem tudom, hogy elmondjam-e újra, hogy mi merre hány méter, tehát lényeg, az eddigi információitok, akkor azt még gyorsan összefoglalom. Itt van éjszakon? Tehát, tehát 30 körül embernél 165 cm körülbelül, azaz olyan 50 kilós lehet. De elég ígérő egyenes vörös haja van, enyhén szeplős, hófehér bőre, zöldszemű, balfületele van fölbökolóval, általában haját hátul szobba kötve, hordja, elől két nincs lók ki, fekete inget, nadrágot visel, bakancsot, övet, köpenyt. A köpenyén az Erigovi szemszeri jelszak címere. Rivika Rostor vadász szemszeri, így mondtad. Igen. És két város között farkassal utazik.
Ez és ezt nekem elmondtad, mert én közben sajtot teszeltem. Fegyver, a rövidkard, ostor és egy vadászszerűség. Igen, és a legutolsó információ, amit ugye a mesteretek mondott a Mékasban, hogy legutoljára itt Shadownnak az északi részén látták utoljára. Legalábbis ez volt a legutolsó információja róla. És hogy mit akar? Megölni azt a boszorkányt. Tehát van egy boszorkány, akit üldöz, és feltett szándéka, hogy megölje őt, igen. Hova? Akkor. Igen. Szóval lényeg a lényeg, hogy megérkeztetek akkor a hajóval, leszálltok a hajóról, lovastól, mindenestől, apródostól. És akkor, tehát fontos megjegyezni, hogy az Orsennek az egész területén nagyon erős a Dombik hit. Így nem ajánlatos sem felszólalni Dombik ellen, illetve a mágiát is, és mindenfajta humbukot hanyagolni kéne. Mert az inkvizíció gyors és kíméletlen. És akkor ugye van egy feladatotok, ami nem más, mint hogy egy Maragidor nevezetű hölgyeményt kell megkeresni, mert állítólag itt északi részen látták őt utoljára. Ismertető jegyei ugye megvannak, mert ugye kaptatok róla leírást, így úgy amúgy, hogy hogy néz ki, mi a ruházata, így úgy amúgy. Tudjátok is, hogy körülbelül mi lehet a feladata, tehát hogy mit akar, mit keres. Bár ugye felmerül egy kérdés, hogy akkor mit keres itt Shadownba, ahol nem túl gyakoriak a boszorkányok, meg az ilyesmik. De mindegy, az lényeg. Talán a lényeg, hogy valamiért itt van. Valamiért itt van a hölgyemény. De hát ugye azt nem lehet tudni, hogy hol, mi, merre, hány méter. Meg ugye a másik legfontosabb dolog, hogy megmondta nektek ugye a mesteretek, hogy egy szót nem szólhattok arról, hogy mi van a Mékas erődben. Sőt, igazából fogalmazzunk úgy, hogy igazából ugye a Mékas erődöt azt egy picit így el kéne így felejteni. Mit kéne elfelejteni? Hát az, hogy honnan jöttetek. És hogy mi mellett. Jó volt, igen. Jó volt, Balázs. De értem, jaj, értem. Tudja, jól csinálja. Jól csinálja, igen, nagyon. Hát nem makasztott. Bárt, hát persze, hogy jól csinálja. Na, úgyhogy lényeg, leszálltatok a hajóról, lovastól, mindenestől, tiétek a pálya. Ott vagytok a kikötő résznél a városának, ennek a... annak. Mindig lefelejtem a nevét. Gondolom, én lovagi páncélban vagyok. Ez így van. Tehát várjál, ha ő lovag, egy Shadown lovag ugyebár. Igen. Akkor neki bizonyára van itt rangja. Igen. Valószínűleg igen. Úgyhogy nagyon egy szerencsétek van, hogy a Gary Shadowni lovagot hozott. Ez már egy előny. Gary, te már tudtál valamit. Nem tudtam úgy semmit. Amúgy ez egy orbitális nagy véletlen, bazzek, hogy pont az hozott. De amúgy úgy van megírva. De amúgy úgy van megírva. Igen, tehát azért mondom, hogy igazából amúgy tök mindegy, mert úgy van megírva a sztori, hogy nem feltétlenül kötelező. Ja, aha. Tehát meg tudjátok oldani bárhogy. Tehát most el van engedve a kezetek, minden információt tudtok, ami igazából egy nyomozós részhez, amit elkezdhettek. Uh-huh. Úgyhogy tessék, nyugodtan. Gondolkodjatok, hogy akkor... Akkor én nem tudom, hogy itt van-e székhely a Liliumtől lovagrendnek, vagy pedig jártam-e már itt ezen a részem? Hát ugye ebből jó lenne, igen, egy előtörténet, de tudod mit, legyen egy... Páros vagy páratlan, Geri? Páros. Akkor jártál már itt, és akkor tudod, hogy igen, hogy van itt a lovagrendednek egy kihelyezett lányvállata, nem tudom, hogy én ezt megfogalmazni, de hogy van. Igen. Akkor szeretnék... Alrendig. Szeretnék oda menni és kérdezősködni. Jó, akkor Geri ezt szeretné, ti srácok? Hát felkutatom a legközelebbi fogadót. Jó, Gábor. És beszéljük meg, hogy mikor és hol találkozunk. Na ez mielőtt az, tehát hogy mielőtt... Igen. Mennyi? Dél van. Nem dél van. Legyen az... reggel. Tök mindegy, de abogy reggel. Jó, reggel van? Legyen reggel. Reggel kötöttetek ki. Mhm. Akkor... Legyen délkor. Mondjuk, ott találkozunk. Az a biztos. Hol? Ha csak nem találkozunk előbb, mondjuk ugyanitt. Vagy pedig valamelyik fogadóba. Nem tudom. Legyen kikötő akkor inkább, ja. Jó. Akkor megkérdezem Gerit, hogy hova lenne érdemes mennem? Mert gondolom, hogy még nem járt. Hát Gábor még soha nem járt itt, Geri járt itt, igen. Hát... Nem tudom igazából...
Kérdezősködhetsz esetleg a piacon. Mert ugye mégis csak van kikötője, akkor biztos van piac is. Igen. Balázs megy a fogadóba akkor. Bemehetsz a templomba is, ha bár ugye Domvik, és nem hiszem, hogy kedvelnének ott téged, aki nem Domvik hitű. Hát nincs vallásom, úgyhogy ja. De szerintem menj a piacra, az a biztos. Akkor én megyek a piacra. Jó, akkor szétváltok, ugyanitt. És akkor ugyanitt majd találkoztok, amikor a nap delel, mikor derékszögben áll, a legmagasabb ponton áll. Ja. Ja. Mikor harangoznak, az is jó, nem? Mert van tanít. Hát van olyan ország, ahol amúgy nincs, nem akkor ja. Harangoznak, amikor a nap delel. Tehát... Úgyhogy ja. Úgyhogy az a legbiztosabb, hogy igazából ugye ezt úgy beszéltek meg, hogy amikor a nap a legmagasabb ponton áll, akkor itt találkozzunk. Mert az tuti, az fix. Jó. No, akkor így nagyjából ennyi. Jó, akkor mivel három felé mentetek, ezért eldönthetitek, hogy ki szeretné legelőször kezdeni. Kivel foglalkozzak legelőször. Nekem mindegy. Hát akkor beszéljünk. Hát dobjunk rá, nem? Hát akkor dobjatok, jó. Aki a legnagyobbat, akkor D10-zel dobjatok, akinek a legnagyobb, akkor azzal fogom kezdeni, jó? Várj. Balázs. Eddig Balázs, de hát hogyha te is 10-es dobsz, akkor... Nem. Jó, nem. Akkor Balázs. Jó. Akkor utána Geri, utána én. Jó. Akkor Balázs. Elindulsz akkor a fogadók irányába, vagy hát legalábbis elindulsz szépen így kikötőbe. Milyen nyelven beszélnek? Shadowni nyelven. Van Shadowni nyelvismereted? 5 nyelvtudásom van, figyelj. Legyen az egyik Shadowni? Tehát akkor legyen az egyik Shadowni. Jó, a Shadowni még szerint... 4-es szinten beszélem, úgy látszik. Ezek szerint igen. Ez igen. Pont. Majd, hogy nem anyanyelvi szinten. Nyomatod a Shadownit. Jó, oké, akkor beszélsz Shadowni nyelven. Nagyon jó. Jó, igen, tehát akkor szépen mész a kikötőkben úgy, ahogy van. És akkor találsz is egy fogadót, és akkor oda betérsz. Szépen bemész oda, mit tudom én, vannak bent. Hát. Na, per R. D100, megnézzük, hogy mennyien vannak bent. Jó, 45-en vannak, eléggé takaros kis fogadócska, nagyon tiszta, nagyon-nagyon szép, nagyon kultúrált, hát amennyire egy kikötői fogadócska ízé kultúrált lehet. Jobbra pult, balra székek, nem teljesen néma csend, mert ugye az reggel van, tehát nyüzsgés forgás van. De mennyire elfoglalt a csapos? Van ideje beszélgetni? Van ideje, persze, tehát tudsz vele beszélgetni. Jó, hát akkor is. Szépen köszönök. Uh-huh. Shadowni nyelven. Nagyon jó vagy, igen. Jó, hát akkor mondja is, igen. Guten Morgen, igen. Igen. Dobra utra. Na, igen. Guten Morgen, ich möchte eine Bier bitte. Oké, adja is neked először a sört, igen. Aztán... Aztán most már, ha nem bánod, nem németül folytatnám. Persze, igen. Azt hittünk, hogy úgy lesz. Dehogy is. Az orosz az a krán. Na, igen. Igen. Egészen véletlenül nem látott, nem járt erre felé egy... Várjál, mindjárt megkeresem. Előveszem a kis listát, hogy jó, helyes, nagyon jó. Egy 30 körüli hosszú vöröshajú hölgyemény? Hát azt mondja, hogy... A köpenyén egy, az Erigovi számszeréjászok címere található, ha esetleg ismeri. Uh-huh. Jó, elkezd így gondolkodni a sapos, hogy egy vöröshajú hölgy, alacsony, Erigovi számszeréjászok... És hát legalábbis, hogy elmondott, hogy milyen jelkép volt a köpenyén. És akkor gondolkodik, azt mondja, hogy hát rémlik valami, mint hogyha láttam volna egy ilyen hölgyet, igen, de nem itt nálunk szállt meg, hanem a városnak a déli
részében, ha jól tudom. De járt erre felé, igen. Ó, értem, köszönöm. Egészen véletlenül nem volt itt a ország északi részén valami eretnességről hír? Nem nagyon. Hát igazából az országnak az északi része igazából azt kell róla tudni, hogy mivel eléggé közel van a Gályák tengere, közel van, itt van egy köpése, és ugye Gorvik is eléggé közel van, hát az eléggé nagy itt a csatározgatás. Ugye kettő között. Tehát nincs idejük eredetekre vadászni. Nem nagyon, igen. Tehát lényeg, hogy szoktak azért így, tehát egymás között azért megmondjuk, hogy azért vannak itt gorvikiak, tehát azért megpróbálnak az ide besúranni, meg így vannak azért gorviki rossz arcú emberek is, de hát az Inquizíció és Dombiknak az erőteljes lovagjai, paplovagjai azért próbálják a rendet fönntartani, és minél előbb fel akarják őket számolni. De hát ugye tudja, milyenek a patkányok, hogy terjeszkednek, és igazából hiába írtasz ki egy patkányt, így is úgyis jönni fog a következő. Nagyjából ez így van. Elhidra. Ja, valami is. Jó, hát megköszönöm, hogy megosztottál ezt velem, és kortyolgatom a sörömet. Jó. Oké, akkor ki volt a következő, amíg Balázs ezt leizélte? Jó, Geri. Akkor te Geri. Geri, te akkor meg szépen elmentél a Lilium rendhez, vagy Lilium törrendhez. Lilium törrendhez, igen. El is érkeztél oda, igen, a katonák, lehet ugye ott a bejáratnál nézi, megállítanak téged, hogy állj. Hát, én jó napot kívánok nekik. Igen, ők is visszaköszönik a jó napot, és igen. Mondom nekik, hogy William Clark vagyok, a William Tör lovagrend egyik lovagja. És szeretnék beszélni az itteni vezetővel. Jó, hát lényeg, hogy így eszedbe is jut, hogy ki itt az itteni vezető, úgyhogy mondod is igazából így a vezeték nevét. Most gyorsan találjunk ki valakit. Legyen Karl. Legyen Karl. Jó? Szeretném beszélni. Karla. Karl lesz a vezető. Jó. Ricardo Minus. Az. Na, és akkor lényeg, hogy akkor be is engednek téged. Lovadat szépen akkor elkérik, tehát bemész, leteszed a lovadat, úgy, hogy van. És igen, akkor apródom, jön velem. Apródod jön veled, igen. És akkor szépen elnavigálódsz a folyosókon, jobbra, balra, előre, hátra, azt, amíg eljutsz az itteni vezetőhöz, Karlhoz, aki fogad is benneteket, kettőtöket az apróddal. Mondja is, hogy jöjjenek be nyugodtan. Ha jól tudom, akkor ön William? Így bizony. Igen. Jól emlékszem, akkor járt már itt nálunk annak idején. Igen. Mi járatban errefelé? Egy nőt keresek. Megígértem egy embernek, hogy megtalálom. Úgyhogy most felétek szeretnék kérdezősködni, hogy jó. Nem láttátok-e? Jó, rendben, hát ő üljön le, aztán megnézzük, hogy mit tudunk az ügyben tenni, hát akkor ő szépen elmegy az asztalához, leül, és akkor mondja, hogy hát mit kell tudni a hölgyről? Hát olyan 30 év körüli derékig érő hosszú haja van. Vörös hajú. Igen. Hófehérbőrű, arca szeplős. Általában a haját hátul copba hordja. Feketében jár, és a köpenyén Erigovi számszerű jászok címere van. Ó, egy Erigovi számszerű jász. Pedig itt eléggé ritka az ilyen, de minő érdekesség, hogy pont úgy nagyjából egy héttel ezelőtt járt itt erre egy Erigovi számszerű jász hölgy a városunkba. Megtudhatom, hogy milyen ügyből akarja megkeresni ezt a hölgyet? Hát csak a barátomnak egy régi szeretője, és megígértem neki, hogy megkeresem. Hogy újra találkozhassanak. Jó, úgy néz ki, hogy a pasas bevette. Cuccos. Jó. Nem dobtam meg az IQ-t.
Jó, úgyhogy igen, na, hát az érdekes, jó. Hát nézze, lényeg a lényeg akkor, nem akarok a szerelem útjába állni. Úgyhogy lényeg, hogy egy héttel ezelőtt nagyjából járt erre a hölgyemény, de már nincs a városban, az biztos. Legutóbbi információim szerint a fővárosba indult el. Jó, rendben. Köszönöm szépen a segítséget. Jó, nincs mit. Illetve bármikor bármilyen problémája adódna, vagy csak itt jár, akkor nyugodtan jöjjön csak, jó? Rendben, köszönöm. Jó, hát akkor szép napot. Viszontlátásra. Önnek is szebb napot. Jó, oké. És akkor jött közben a Gábor, aki kiment a piacra. Na Gábor, kimentél a piacra. Nagyon jó. Igen. Na, hát nagy a nyüzsgés, forgás. Mindjárt megnézzük, hogy pontosan mennyien vannak kint. Hát úgy 444-en, tehát... Van forgalom, az biztos. Iszonyatosan nagy a tömeg, tehát így... Tehát így jó, nézed, hogy... kikötőváros. Igen, így nézed, jó, hogy... Hát basszus, Tiadlanba... Így a tartományodnak az összes falvában nincsenek ennyien, mint itt most, jelen pillanatban. Így nézed is, és mit kéne, hova mész? És, igen, és akkor így mész így a tömeggel, és mi a célod? Nem tudom, nem látok véletlenül egy állatárust? Hentest? Nem. Akkor olyasmit, aki állatokkal kereskedik? Igen. Tehát kutya, macska, ló? Ja, stb. Jó. Akkor tételezzük fel, hogy akkor találsz egy ilyen házi kedvences árust. Vagy inkább boltot. Legyen inkább bolt, tehát nem árus. De ne házi kedvenc, hanem érted ilyen bármilyen állat. Amúgy az is jó, hogyha hentes ez. Azért mondom, hogy konkrétan milyen állatot keres, szeretnél, tehát így... Hát a csajnak a farkasára akarok rákérdezni. De hát azt a városban nem hagyja magával. Ja. Ezért mondom, hogy hentesnek rákérdezhetsz, hogy ki vett nagy mennyiségben húst, mondjuk combot, vagy disznócombot, vagy valamit. Tehát ezt még megkérdezheted, és még azt is megkérdezheted, hogy látott-e ilyen csajt, aki így néz ki. Jó, van, mert erre akartam rákérdezni, hogyha hordta magával a városba, akkor csak feltűnt. Nem hordta. Nem, városon belül nem hordja a farkast, az kém van mindig városon kívül. Szóval? Hát jó, hát akkor... Nem tudom, várjál. Akkor nem egy hentes fog felkeresni, hanem egy fegyverárust. Nagyon jó, igen. És akkor találok, gondolom. Igen, találsz akkor egy fegyverárust. Aki... Az a kurva nagy probléma, hogy én nem tudok shadowkill. Jajj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 aj
nyelvet lehet beszélni. Hát beszélj a közös nyelvet. Azt majd kidobom, hogy beszélje. Tehát... Jó, figyelj, kikötőváros. Lényeg a lényeg, hogy oda mész akkor egy fegyveráros bolthoz, így eszébe jut az, hogy fú, baszki, lehet, hogy nem tudok shadowni jól. És akkor így 50-50 százalék, na akkor most, hogy tud esetleg a benti emberke piaroni közös nyelven, vagy sem? Na, tud-e? Akkor bemész, mert próbálkozol vele? Igen, akkor bemegyek. Akkor bemegyünk, mert próbálkozunk. Bemegyek, köszönjük neki a közös nyelven. Jó, oké. Okay. 50-50 százalék lesz, 50 százalék fölé vagy alá dobjak. Tehát, hogy így melyiket szeretnéd? Na, a kurva életbe. Ja, hogyha 50. Hát, hogyha, mit tudom, hogyha azt mondja Gábor, hogy 50 alatt legyen, akkor 1-től 49, 1-től 50-ig van a jó. Ha fölött dobok, akkor rossz. Ha fordítva, legyen akkor... fölé. Fölé. Tehát, hogyha 51 és 100 között vagyok, akkor beszéli a Pioronit. Jó. Fasz! Ajja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 jj
nem, sajnos nem. Jó, hát kicsi akkor van. Szépen bemész, pjarani nyelven megszólalsz, hogy jó napot kívánok, úgy, ahogy van. A férfi meg visszaszól neked, számodra fogalma sincs, hogy milyen nyelvem. Az fasza. De van egyes szintű górvik nyelvtudásom.
és mondták, hogy az a nagyon beszopod a faszt. Jó, akkor nem szólalok meg. Jó, oké. Okay. Akkor... Hát nem tudom. Nem tudom, hogy mit csináljuk ezek. Hát ez a jó szerepjátékban, hogyha elmész külföldre, és kiderül baszki egy boltba, hogy nem beszélik azt a nyelvet, amiért amit te így akarsz, akkor így mit csinálsz? Hát tudom, én ezt át is értem. De ugye? Na, akkor hajrá! Tehát így hogy érdeklődsz így dolgok iránt? Akkor... Várjál. De az a hogy ezt most hogy mutogassam el szóban? Hát mondd el, hogy körülbelül, hogy mit mutatná. Tehát így... Hát, hogy azt mutatnám, hogy érted, hogy mutatnék a szememre, hogy keresek. Igen. Egy. Igen. És akkor mutatom a melleit egy nőt. Igen. Eddig nagyon jó. Mutatom nagyjából, hogy milyen magas. Igen. És... Várjál, hol volt? A köpenyé volt a címer? Igen. Tehát akkor mutatom, hogy van köpenye, mint nekem. Igen. És meglobálom a köpenyem. Igen. És akkor mutatom, hogy néz ki az a címer. Számszerély jelz. És hogy van nála számszerély, meg mi van nála? Jó, lényeg, hogy a boltban azért látsz egy számszerélyet, tehát rámutatsz, hogy Igen. És hogy... Várjál, mit mutogassak meg. Hát a címert, valami címert. Hát azt már elmutogattam. Egy címer és számszerély. Hát az Erigovit nem tudom elmutogatni még. Hát azt sem tudom, hogy mit kell arra elmutogatnom. Hát szerintem kimondasz, hogy Erigov az nem közös, tehát azt hogy máshogy mondják az Erigovot, Shadowneum? Azt kimondhatja. Hát akkor megmondom, hogy Erigov, és akkor mutatok a számszerélyre. Meg a címert. Jó, hát elkezdi a saját nyelvén mondogatni így a dolgokat közben, de közben próbál neked így mutogatni is, hogy meg közben bólogat, hogy igen, mutatja így a mellt, mutatja, hogy hosszú hajú, igen, tehát hogy bólogat erőteljesen, mutogat, hogy számszerély, igen, mutogat, hogy nyilak, a nyilakra igen. Mutogat. Mutat pénzérmét, igen. És mutogat, így mutat egy hetest az ujjaival, meg az, meg így mutat így az ég felé. Így a napra mutat. És hetes. Tehát akkor 7 nappal ezelőtt játék. Valószínűsített. Tehát ezekből így matekozz össze. Ennyit veszel ki. Aha. Jó. Összes többi a számodra idegen nyelv, úgyhogy... Igen. Hát jó, hát akkor kimegyek a boltba, és nem tudom, ez sok időt elvet ez a mutogatás? Hát fogalmazzuk igaz, amíg a piacon így átmentél így a izén, így a forgatagon, így úgy amúgy. Addig úgy mit tudom én, egy fél óra telt el. Jó, hát akkor kimegyek a boltból, és azt szeretném kérdezni, hogy... Látok-e valaki olyasmit rajtam kívül, aki... Hát gondolom felismerem azokat, akik diadlomból vannak. Hát igen. Hát főleg, hogyha a diadlani viseletük van, akkor nagyon tradicionális. Láttok-e valaki olyasmit, aki diadlani viselet van, vagy hallok-e olyan szavakat, akik diadlónyú beszélnek egy. Mekkora az észlelésed? Várjál. Egyszerűbb lenne azt mondani, hogy nem. 14. Legyen az, hogy dobsz egy D10-est, és hogyha egyes dobsz, D10. Akkor nagyon jó lesz. Bazd meg. Jó, akkor nem hallasz, és nem is látsz tiandlaniakat így a körületedben. Fogalmazunk úgy, hogy nagy a tömeg, úgyhogy ki is takarnak, de hogy így mész jobbra-balra, akkor se látsz, és nem is hallod, mert ugye nagy a zűrzavar is, a hangzavar, úgyhogy így elvesznek a tiadlani szavak, ha egyáltalán van így a közeledbe tiadlani. Aha. Akkor várjál, akkor számszerűje van. Gyere Gábor, itt van, írd le. Mit? Ja? Várjál, a Balázsra elküldtem, írtam neki, hogy küldjem el, mert csak én nem tudtam érzetelni. Ja. Csak pont nem bírom mennyit. Jó. Legyen az, hogy amíg Hát mert a nagy gépen nem tudom mennyit, mert nincs a pörd. Jó, na, tehát legyen az, hogy Gábor... Várjál, még el akarok menni a izébe. Akkor most a henteshez is. Jó, menj el akkor a henteshez. Annál is, beköszönök Piaroni, hát a válaszol nekem. Jó, a D100-asnak melyik felét szeretnéd?
A nagyobbat. A nagyobbat? Ez is visszaszó Shadow Rion is, és hiába mondod nekem piarodik. Sajnos Gábor, ez itt így, hát, na. Shadow, de nem tudunk vele mit csinálni. Hát jó, akkor voltak, hogy elkezdek mutogatni. Mit küzdjön? Ja, minden már megvan. Valahogy más. Tehát akkor bemegyek. Oda is, jó, nem értem, hogy mit, hát akkor mutogatok. Megint keresek, ugye ezt szememre mutatok. Igen, elmutogatod a csajnak így a méreteit, meg minden egyebet, aztán igazából így. És mutatom, hogy nagy mennyiségű hús is így mutogatok a húsra. Jó, hát így mutogat így a faszi, hogy csóválja a fejét, meg nem. Nem. No nő, no mell, no. No hús. Nix nem árult tekintődet. Nincs tekintődet. Nincs hús, nincs vörös hajú, nincs szeplős, nincs zöld, nem. Oh, de van fűszer is. 1500. Most Ocsó, Gorviki, Sedoni. Szerintem hagyd a picsába, azt gyere. Szerintem is. Jó. Így is eget tudtunk meg, szerintem. Jó. Mindegy, rám sóztak egy izét, egy valami. Van még idő elmenni Csebecsét a szóba? Hát igen, akkor visszaváltunk addig Balázsra, hogy akkor Balázst egész idő alatt sörözgetsz, és akkor azt mondod, hogy megvárod a delet, vagy el akarsz menni délre? Hát megiszom a sörömet, elköszönök szépen, és megyek a déli fogadóba. Jó, akkor azt mi megcsináljuk, és akkor a többiek az lesz, hogy délbe visszamentek a izéhez, a kikötőbe? Igen, addig ugye fölpakolok élelmiszerrel, meg ilyenek. Jó. Oké, és nagyon jó. Akkor még Balázst azt még megcsináljuk, jó? És akkor utána majd délben visszatalálkoztok. Összetalálkoztok majd. Na. Akkor Balázs, te átvágsz a városon, úgy, ahogy van. Átvágsz a piacon is. A nagy tömegen. Megérkezel így a városnak így a déli felére, és akkor körülbelül azért betelőd, hogy akkor melyik lehet az a fogadó, és hát meg is találod, úgy, ahogy van. Be is térsz oda. Hát ez már egy kicsit azért egy fokkal tisztább, mint a kikötői volt. Meg azért nyugisabb is, tehát itt mit tudom én, itt csak D10-en lesznek. Oh. Jó, itt csak 5-en vannak. Itt ez egy nagyon-nagyon kis csendes kis fogadó lesz ez. No. És akkor ugyanúgy szembe pult, asztalok, több emeletes, úgyhogy nincs tömeg. Csapos is ráér, pincérek is ráérnek. Jó, akkor oda megyek, és mivel nem szeretem keverni, iszok még egy sört. Ez az, igen. Kikérem a sört, ki is adják neked a sört, igen. És ismét megkérdezem, hogy nem-e látta ezt a jó hosszú leírásos... Azt a jó hosszú leírásos hölgyet. Jó, hát akkor elmondja neked a pasas, a csapos, hogy de, igen, látta ezt a hölgyeményt, körülbelül egy hete járt itt szállt meg ebbe a fogadóba, és igazából így érdeklődött egy lord, ezt írt fel magadnak, Lord Vrant nevezetű férfi után. Lord Vrant. Lord Vrant nevezetű férfi után érdeklődött itt nálunk, de lényeg a lényeg, hogy én nem tudtam neki információval szolgálni, azt megköszönte, kifizette a szobát, ugye, tehát egy éjszakát töltött itt nálunk, aztán tudomásom szerint el is hagyta a városunkat, elvileg délnek ment, legalábbis tudomásom szerint a déli kapun távozott. Vagyis Lord Vrant, vagyis olyan lomagos neve van, megkérdezem majd. Ja. Jó, ennyit tudtál meg. Jó, megköszönöm szépen. Megiszokatom a sörömet, és megyek vissza a kikötőbe. Jó, akkor visszaértek akkor mind a hárman a kikötőbe, és akkor ottan vagytok, úgyhogy lehet eszmét cserélni, illetve információkat cserélni egymással. Összefoglalni, mit tudtatok meg. Akkor én elmondom a többieknek, hogy én beszéltem az itteni vezetővel, és azt mondta, hogy egy hete járt itt, és állítólag elindult a főváros felé. Igen. Ennyi? Igen, azt hiszem ennyit mond. Jó, hát akkor én megerősítem az egy hetet, mert nagyjából valamit összeablatyolt nekem egy gyárus, de sokat nem derítettem ki. Jó, egy hét az nekem is tiszta. Állítólag a déli fogadóban szállt meg, és egy bizonyos Lord Vrantot keresett.
Szóvi, ismerem. Menj az IQ-d. 11. 11? Aha. Úristen. Jó, egy plusz 3-as módosítóval dobj egy IQ-t, jó? Tehát 1-től 4-ig, ha megdobod, akkor... Jó, a lényeg, hogy ismerős valahonnan a neve. Valahonnan ismerős. Mint ha már hallottál volna róla, de így nem tudod hova rakni, hogy ki fia volt. Lehet, de nem tudom igazából. Egy lord, tehát ő valószínűleg valamivel fejebb van, mint egy lovag. Már csak a nevéből is ítélve. Valami lovagrendet talán meg tudnánk kérdezni. Gondolom nem haragszanak meg rád, ha visszamész. Ja. És akkor oda már hárman megyünk vissza? Akár. Szerintem az lenne a legtöbbszerűbb. Ti döntitek el, hogy legyen? Hát akkor... Hát most a városban már sok minden mást úgyse tudok csinálni. Hát de most őket lehet be se engedik, érted? Én még annál is kevesebb. Esetleg, amit tudunk csinálni, hogy Geri kérdezősködik, mi meg kocsmázunk, szóval. Ja. Ajaj. Foglaltok szobát. Ajaj. Balázs, ebből nem lesz jó. Az a baj, hogy nincsen kocsmai verekedés. Nekem de, van! De ez egy nyugis város, srácok, tehát így nem kellett félni itt. Csak rasszisták. Na, mindegy. Igen? Szóval. Ki a rasszista? De nem, semmi. Nem rasszisták, csak domvik mindenek fölött. Ámen. Hát ez a fanatikusok, az mennyi belefér. Igen, ja, fanatikus, igen. Szóval, hogy legyen? Ja, hát akkor menjetek el fogadóba, én visszamegyek kérdezősködni, hogy Lord Brandt. Jó. Jó. Javaslom, menjünk a délibe, az úgy nyugisabbnak tűnt. Jó. Akkor. Hát menjünk. Jó. Akkor ti ketten elmentek a délfogadóba, közben Geri visszamegy Clark úrhoz. Clark. Vagy Clark, jó. Ja, mindegy, akkor legyen ez. Mindegy, ebből a szempontból. Igen, akkor visszamész, visszabocsájtkozol. Igen. És akkor apródoddal mész, vagy... Á, most nélkül lehet benne a fogadóba. Jó, akkor srácok, majd kaptok egy apródot. Jó. Tehát lényeg, akkor így igen, akkor Geri egyedül visszamegy, igen, és akkor hát lényeg, hogy kell várnod egy olyan fél órát, mert az úriemberünk az házon kívül van, de vissza is ér, és akkor mondja, hogy ó, William, maga újra itt? Igen, szép napot. Lehetne még egy kérdésem? Persze. Miben? Lord Brantról lenne kérdésem. Ujj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 j
csak konkrétan nem is tudom, hogy hol találkozhattam vele. Réten. Hát, nem tudom, hogy ebbe igen, igen, tudom. Jön az irodámba, nyitok egy bort, jó? Oké. Okay. Jó. Valamit mondok. Elmentek az irodájába, becsuk az ajtót, önt bort, ad neked is, magának is, leül a székbe, és akkor Lord Brandt, hát nézze, igen, hallhatott róla, mert itt Shadownnak itt az északi részében az eléggé sok mindent tett, a fickó, az úriember, elmondja a rangját, ugye Shadowni nyelven, ez körülbelül ugye a mi világunkra így lefordítva egy ezredesi rangban lévő lovagról van szó. Aha. Nagyjából ugye az 50-es, 60-as évei környékén jár, hát már azért úgy lassan már veterán lesz, de azért még mindig még csinálgatja a dolgait. Nagy stratéga volt, nagy katona volt, úgy, hogy van itt északon, gyakorlatilag így a Gorvikiak ellen nagyon-nagyon sok csatározásai voltak. Aha. És fogalmazunk úgy, hogy mint katona, mint ezredes, kiváló munkát végez. Viszont egy kicsit a modora, kicsit a megjelenése, kicsit az élethez való viszonya az eléggé durva. És fogalmazunk úgy, hogy egy tuskó barom állat. Aha. Tehát ő szentül... Lényeg, hogy ő szentül megvan arról győződve, hogy az országot meg kell védeni.
bármi áron, akár katonák feláldozásával is. Uh-huh. És hogy mindenkit ki kell képezni. Tehát, hogy ő, hogyha ő lenne a vezetőnk, akkor ő azt mondaná, hogy minden férfi az katona lesz. Lovag lesz. Így úgy amúgy. A sorkatonaság. Igen, de hát hála az égnek, hogy nem az. És bízzunk benne, hogy nem is fog elérni azokat a rangokat. De a lényeg, hogy itt, hogy Shadownnak az északi részénél, tehát nem fővárosban, hanem Shadownnak így a Shadowntól 1 kilométerre északra van neki a kastélya. Ott, mm-hmm. ott enged így a napjait általában, meg hát eléggé nagy befolyása van így, a, így az ész, itt Shadownnak az északi részén így a katonasághoz. Tehát ugye fiam maga, tudtam, hogy nem itt szolgált, gondoltam csak egy pár napot töltött őt, vagy éveket esetleg, úgyhogy szerintem azért van így, a, így az emlékeiben ez a név. Igen, de, igen. De szerencsés, hogy még nem találkozott vele én szerintem. De így nagyjából így ennyi. És milyen a megjelenés így, hogy néz ki? Hát eléggé magas. Jó termetű, jó húsba van, elég erős a készfogása, és fogalmazunk úgy, hogy amikor így magára néz és mosolyog, akkor így nem tudja eldönteni, hogy vajon örül magának, vagy esetleg ki akarja magát nyírni. Hát az elég pozitív. Kicsit képzeljétek el Jack Nicholsont, amikor így na. Amikor így rád mosolyog, és így ez most mit akarhat? Nem tudod ilyenkor így eldönteni, hogy merre, egy hány méter. Egy pillanat, és jövő közben hallatik. Jó. Úgyhogy ennyi infót mond neked az úrról, a lovagról. Jó, rendben. Köszönöm szépen még egyszer a segítséget. Oké. Okay. Akkor elköszöntök, és akkor visszamész a fogadóba. Megköszönöm a bort is, ugye? Aha, igen, persze. Megiszom, nehogy már ott hagyjam. Jó, hát jó, persze, nyilván. Hosszú volt az út, igen. Jó. Ez akkor vissza a fogadóhoz. Jó, visszamész a fogadóhoz. Nem tudom, melyikhez. Hát mondták a többiek, hogy a délihez mennek, úgyhogy, tudotta, hogy melyikhoz visszamentek. És addig Balázsék így mit csináltatok ott a fogadó alatt, amíg a Geri így... Ittunk. Nem, foglaltunk szobát. Jó, foglaltatok szobát, jó. Merje. Nem látok olyat, akit ti adlogni? Nem. Nem miért, miért akarsz kínaiakat keresni, bazd meg? Elég megy te, bazd meg itt kínaiakat. Shaolin fasz.